Jó reggelt kívánok, kedves nézőink! Önök a Pécs TV élő közvetítését látják a Pécsi Városháza nagyterméből, ahol pillanatokon belül megkezdődik Pécs megyei jogú város önkormányzata képviselőtestületének szeptember 10-ei közgyűlése. Pontosan 10 nappal ezelőtt szeptember 1-én a város ünnepén a testület ünnepi közgyűlést tartott, melyek során sor került a városi kitüntető címek és szakmai díjak átadására. A mai nap azonban a munkájé. Az írásos napirendi javaslat szerint 22 előterjesztés vár tárgyalásra. A képviselők megvitatják például a Safari Park elhelyezésének kérdését. Az előterjesztés a Kökényi területet javasolja. Szó lesz a gyermekjóléti szolgálatok működtetéséről, a Vasvári Ház és más intézmények felújításáról, ingatlan és támogatási ügyekről. A napirendi sor persze még módosulhat, hiszen a mai közgyűlés is, mint mindenkor, azzal fog kezdődni, hogy a képviselők pótlólagos javaslataikat, előterjesztéseiket teszik meg. Az ülés tehát a napirend megszavazásával kezdődik. Tartsanak velünk! Tisztelt közgyűlés, jó reggelt kívánok, köszöntök mindenkit! Közgyűlésünket megnyitom, mondhatnám viccesen, félig viccesen, az őszi ülésszak megindul a pécsi önkormányzati közgyűlésekben is. Kérdezném a tisztelt közgyűléstől, hogy napirenddel kapcsolatos javaslatokat kitől szabad kérdezem. Bödő képviselő úr. Szeretném tisztelettel napirendre kérni a sportolói lakások bérlőinek kijelölését. Köszönöm szépen. Köszönöm. Baumgartner képviselő úr. Köszönöm. Kérem a 16. napi rendet levenni a előterjesztések sorából. Köszönöm. Igen. Kékes frakcióvezető úr, tessék. Szépen szeretném az 5. napi rendi pontot egy B napi rendi alponttal kiegészíteni. A Városi Televízió Felügyelőbizottságába delegált tagunk lemondott a tagságáról, és új tagot szeretnénk javasolni a közgyűlés felé. Köszönöm. Köszönöm szépen. Alpolgármester úr. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Molnár Tamás kérését tolmácsolom, aki beteg és nem tud jelen lenni a közgyűlésen, hogy a zárt ülés 2. napi rendi pontját ma ne tárgyalja a közgyűlés. Köszönöm szépen. Köszönöm. Újvári alpolgármester úr. Két témát szeretnék napirendre vetetni. Az egyik a pedagógusok minőségi munkavérzéséért járó keresett kiegészítéssel kapcsolatos előterjesztést, másodszorban pedig a Pécsi Szemle alapításával kapcsolatos szükséges gesztust kellene elvégeznünk. Ezt fogjuk mindkét dolgot írásba kiosztani. Igen, köszönöm. Romvári képviselő. Rendelőt szeretnék szólni. A város hatályos rendeleteinek betartásáról és betartatásáról. Tisztelt képviselő, még nincs késő. Ugye legújabban ez úgy történik, hogy írásban be kell jelenteni egész egyszerűen ezt az igényt, és nem kell erről szavaztatni. Tehát én kérem, hogy pár sorban ezt jelezze nekem még a szavadásig, és akkor erre nyilván mód és lehetőség nyílik. Jó. Igen. További napirendi igények vannak-e? Ha nem, akkor kérem, hogy kezdjünk el szavazni a bejelentett javaslatokról. Tehát a sportolói lakások bérlő kijelölése ügyében kérem, hogy a közgyűlés a napi rendelőterről döntsön. Szóval igennel a közülés napirendre vette. Köszönöm szépen. Igen, Tilai képviselő úr. Akkor kérem a kollégáimat, hogy nézzék meg ezt a problémát. Igen, megtörtént. Köszönöm szépen. A 16-os pontot az előterjesztő kérte levenni, tehát erről szavazni nem kell. Kékes képviselő kérte, hogy az 5-ös napirendi pont egy B alponttal kiegészüljön.
Erről kérem, hogy szavazzon a közgyűlés. Igen, a közgyűlés napirendre vette, köszönöm. Az előterjesztő kérte levenni az ártörés 2-es napirendi pontját, tehát erről ugyancsak nem kérek szavazást. Újvári alpolgármester úr kérte napirendre venni a pedagógusok minőségi béredésének a napirendi pontját, ilyen című napirendi pontot kérem, hogy erről szavazzunk. Egyhangú szavazattal vett a napirendre a közgyűlés. Köszönöm. Ugyancsak Újvári alpolgármester úr kérte a napirendre venni a Pécsi Szemle folyóirattal kapcsolatos napirendi pont tárgyalását. Kérem, hogy erről szavazzunk. Igen szavazattal a közülés ezt is napirendjére vette. Ezek után következik a napirend egészéről történő szavazás, kérem, hogy a közülés akkor ezt tegye meg. A mai napirendünket 29 egyhangú szavazattal elfogadta. Köszönöm szépen. Ketten jelezték, hogy napirend előtt kívánnak szólást tenni. Elsőként szólítom Simonovics Ferenc képviselő urat, aki a nagybányaréti külszíni fejtés tárgyában kíván szólni. Tessék, parancsolj. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt közgyűlés, tisztelt figyelmükbe ajánlom Pécs-Kelet lakossági érdekvédő fórumnak azon levelét, amelyik 4 oldalba foglalja azt a véleményét, ami a nagybányaréti völggyel kapcsolatosan felmerül. Én kérem, szíveskedjenek tanulmányozni ezt a levelet, és vegyék figyelembe valóban, hogy lassan 15-20 ezer aláírás gyűlik össze, és a képviselőtestület bölcsességére bízom azt, hogy mindenki szíve szerint döntsön, amennyibe valamikor is sor kerül ennek a bányának a megnyitására. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ha nincs hozzászólás, akkor a második és egyben utolsó napirendezési szólást Romvári Ferenc képviselőtársunk kérte Pécs megyei város rendeleteinek betartása, illetve betartatása címmel. Megadom a szót, tessék. Tisztelt közgyűlés, a Pécsi Napok prospektusában olvasom, hogy 1998. szeptember 18-án a vasútállomás felvételi épületén 21-én a Szent István téren Petrovics Ede emléktáblát avatnak. Szeretném idézni egy-két mondattal a Pécsváros erre vonatkozó hatályos rendeletét, a művészeti alkotások elhelyezésével kapcsolatban 17. paragrafus foglalkozik ezzel. Az elhelyezése vonatkozó javaslat a kulturális, valamint a városépítészet környezetvédelmi bizottság készíti elő. 3. pont, a művészeti alkotás bírálatára lektorátusi határozat kell. 4. az elhelyezés során az építésügyi, városrendezési és szakhatósági előírásokat be kell tartani. 5. a közgyűlés a művészeti alkotások elhelyezéséről rendeletben dönt.
A 18. paragrafus, az elhelyezésről, gondozásról a polgármesteri hivatal gondoskodik. Ezzel szemben minden egyes közgyűlésen, vagy minden második közgyűlésen kénytelen vagyok szóvá tenni azt, hogy ezt a rendeletet nem tudjuk betartani és betartatni. Szeretném emlékeztetni a közgyűlést, hogy részben ezért hoztuk létre az emlékművek és szobrok felújításáért és felállításáért közalapítványt, hiszen egy ilyen emléktáblának a hivatalos útja, módja az nagyon göröngyös. Nyilvánvaló, ezt az utat megkerülendő, egyszerűen csak felállítják. Ha be akarjuk tartatni a rendeletet, akkor én azt javaslom, hogy ezt a rendeletet úgy módosítsuk, hogy a hivatal, amely nem képes ezt nyomon követni és nem képes betartatni, bízza meg az emlékművek és szobrok felújítására közalapítványt, amely testület társadalmi munkában minden olyan munkát, lektorálás, terveztetés, engedélyeztetés, bizottság elé kerülést elvégzi azok helyett, akik mindezt nem végzik el. A tavaszi szezon utolsó közgyűlésén a város által elfogadott, a város által finanszírozott emléktábla helyett az Aradi Vértanok útján egy másik, nem pontos, nem helyes tábla helyeződött el. Közgyűlés határozat volt arra vonatkozóan, hogy a város által finanszírozott tábla kerüljön oda. Ezek a hatályos rendelkezések, ezek nem tudnak érvényesülni. Tehát ismételtem, felajánlom, mint ennek a közalapítvány kuratóriumának az elnöke, nagyon szívesen ezeket a feladatokat vállaljuk, csak valami módon törvényben kellene biztosítani egyrészt a betartatást, másrészt pedig ezt a megbízást. Köszönöm szépen. Köszönöm. Azt kell mondjam, sajnos, hogy a képviselőnek teljesen igaza van, hiszen ez nem először fordul a Pécsi közgyűlésben, hogy különböző emléktáblákat jobb esetben, utolsó pillanatban hevenyészet módon előkészítve tudunk elfogadtatni a közgyűléssel, mármint a felállításukat, vagy erre nem is kerül sor. Tehát én azt kérném az irodát, illetve a kultúrás bizottság itt lévő képviselőt, hogy tudnak ebben az ügyben információval szolgálni. Tisztelettel ezt szeretném kérni. Elnök asszony nincs itt, de hogy az ő távolítja a bizottság részéről van-e valaki? Rombári képviselő úr, tessék. Jó magam, a kulturális bizottság tagja vagyok, és kulturális bizottság tagjaként is tettem ezt az észrevételt, mert előttünk ez nem szerepelt. Én a legutóbbi múlt pénteki kulturális bizottságon ezt szóvá tettem, de mivel hozzánk semmiféle kérés, információ nem került, csupán ez a bizonyos prospektus, nem tudtunk érdemben dönteni. Tehát a kulturális bizottság ebből kimaradt, Varagó képviselő úr bizottsága nyilván ugyancsak nem tárgyalta. De hát ezt nem tudom, ez szónoki kérdés volt. Jó, akkor azt szeretném kérni, hogy egy zírodától ezt a ügyet vizsgálják ki soron kívül, mert egyrészt ez benne van az ünnepi programban, tehát a Pécsi Napok programjában onnan kihúzni elég bajos volna, és milyen módon tudjuk ezt a hiányosságot kiküszöbölni. Köszönöm szépen. A napirendek tárgyalás előtt következnek a tisztségviselői beszámolók. Ennek keretében én egyrészt szeretnék az elmúlt közgyűlés zárt döntéseiről ismertetést, információt adni, ezt meg is tenném most. Az elmúlt alkalom a közgyűlés döntött Kismányoki Károly elleni fegyelmi eljárás lefolytatásában, továbbá döntés hozott a Pécsi Gyermekotthonán végzett pénzügyi gazdasági vizsgálatról, határozott a helyi önkormányzatok víz- és csatornaszolgáltatási feladatainak és ahhoz kapcsolódó lakossági díjtámogatási rendszer működésének ellenőrzése tárgyában az állami számvevőszék által végzett témavizsgálattal kapcsolatos meghatározott számú megkeresésről. Döntött a kökényi hulladékrakó beruházás forrás biztosításáról, az angol központ bérleti díjáról. Ezek voltak az ártülési múltkori határozatok. Továbbá én szeretnék felolvasni egy levelet, amelyet szeptember 1-én kaptam készhez a Pécsi Közvetem RT vezérigazgatójától, Só László úrtól, amely választ adott egy korábbi levelemre.
és az indok ennek, ezt felolvasom azt, hogy az elmúlt közgyűlésen a jegyzőkönyveket tanulmányozva világossá vált, hogy szóba került az, hogy az Univer Kft. Ügyvezető igazgatója a személyek körül kibontakozó helyzet milyen módon, milyen formában alakul, erre ad választ ez a levél, ezt hadd olvassam fel tisztelettel. Tehát idézem a levelet. Fenti számú levelében jelzett helyzetet az Univer Kft. Ügyvezető igazgatóval kapcsolatban megvizsgáltam, írja Só László igazgató úr. Az ügy természete miatt a részletek ismeretében csak közelmúltban tudtam az indokolt döntéseket meghozni, amelyekről az alábbiakban tájékoztatom. Molnár Miklós az Univer Kft. Jelenlegi ügyvezető igazgatójának személyek körül kinevezését követően ténylegesen felmerült egy bizonyos jogi természetű problémák. Ezek, melyek egyébként több éves korábbi gazdasági eseményekre vezethetők vissza, és nem érintik sem a tulajdonosi kört, sem az ügyvezető igazgató jelenlegi tevékenységét, valóban eredményezhetik az önkormányzat és a közelmi RT helytelen megítélését. Ezt belátva az ügyvezető igazgató, annak ellenére, hogy személyel kapcsolatban semmilyen jogerős bírósági döntés nem született, maga kezdeményezte, hogy ügye tisztázásáig mentsen fel tisztségéből. Tájékoztatom polgármester urat, hogy fentieket tekintettel Molnár Miklós urat a mai nappal felmentettem ügyvezető igazgatói tisztségéből, és ezen tennők ellátásával Lovász Ferenc gazdaságigazgató urat bíztam meg 1998. szeptember 1-től a végleges döntés meghozó Kft. Taggyűlésig. Levelemhez melléklem az ügyhöz kapcsolódó egyéb iratokat. Tisztelettel Só László vezérigazgató. Tehát ezzel úgy gondolom, útkori felvetésre ez a levél a kellő választ és a kellő hátteret meg tudja világítani és megadni. Én még annyit szeretnék mondani, hogy a zárt ülésen lenne majd egy információm a közülés számára, erről most hadd ne tegyek említést, és ezzel továbbítom a szót Papp Béla polgármesternek, aki szintén kíván ilyen tárgyban szólni. Köszönöm szépen, tisztelt közgyűlés, egy úti jelentést készítettünk a polgármester úrral egy finnországi tanulmányútról, ahol is vele és a kamara két képviselőjével vettünk részt. A vendéglátók azok a Pécsre települt finn cégek voltak, amelyeknek természetesen a központja és az anyagyára Finnországban van. Tehát a Nokia, az Elkotek, az Enso, a Szegeström és a Trafocomp nevű cégek, amelyek már itt vannak a városban. A puti beszámoló több mindenről ír, én két dolgot szeretnék kiemelni ebből a nyilvánosság számára is. Mégpedig azt, hogy bár jelenleg Finnország GDP tekintetében a világon a 16-17. Helyet foglalja el, 1991-92-ben iszonyú nehéz helyzetbe került az orosz piac összeomlásával. Ennek olyan következményei voltak, hogy egy városban 1%-os munkanélküliség egy év alatt 30%-osra ugrott föl. És itt nem csak a gyárakban voltunk, hanem a minden városnak az önkormányzatával is tudtunk találkozni, eszmét cserélni, hogy úgy mondjam. És számomra két alapvető dolog ülepedett le az ott hallottakból, amit az önkormányzat tett és tehet annak érdekében, hogy a nem jó gazdasági helyzetből egy település, egy régió királyba alasson. Az egyik az volt, amit már korábban ugye itt is többször emlegettünk, hogy a befektetőket rendkívül gyorsan, rugalmasan kell fogadni, iszonyú gyors ügyintézést lehet és kell is csinálni. Szállóban a Nokia útjárára az önkormányzat 2 hét alatt adott kiépítési engedélyt. Ezt ugye mi nem tudjuk elérni, de azt hiszem megközelíteni lehet és kell is. A másik pedig az, amely már a új önkormányzat figyelmébe is ajánlom, hogy az ilyen jellegű események és követelmények tükrébe alaposan át kell tekinteni a szakképzésünket. Először is középfokon. Borzasztó sok feladatunk lenne arra azzal kapcsolatban, hogy a munkaerőnk azonnal alkalmazható legyen magas technológiával dolgozó üzemekben, gyárakban, és természetesen lépnünk kell, amit egy pár napon belül meg is teszünk, már meg is tettünk korábban is, de most, érdemi tárgyalásokra fog sor kerülni az itteni egyetemnek alapvetően a műszaki kara felé, amely rengeteget tehet azért, hogy Pécs városa a befektetők számára még kedvezőbb területet jelenthessen. Én kérem, hogy jó szívvel fogadják ezt az úti jelentést. Remélem, hogy az ottani tapasztalatokat a jövőben hasznosítani tudjuk, mert csodák nincsenek, csak kemény munka van, és azon belül a gyorsaság és a pontosság rendkívül fontos. Ezt a finnek bebizonyították. Nem véletlenül állnak a világ elején a gazdasági teljesítményeik tekintetében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, a polgármester úr.
Ezek után rátérünk az írott napirendi sor tárgyalására. Ezek közül első beszámoló a lejárt határidő határozatokról címmel. Egy tekintetben szeretném ezt kiegészíteni, ezt a napirendi pontot utólag került hozzácsatolásra. Az a jelentés, amelyet a Pécsi Sportlétesének Igazgatósága küldött egy fegyelmi ügyben, illetve az a kapcsolatos jelentésben. Én kérem a közülést, hogy az első napirendi pont határozati javaslati részéhez értsük bele ezt a jelentés elfogadását, ami úgy szólna, hogy a közülés a felsorolt jelentéseket elfogadja, kiegészítve a 225/2 per 98 számú jelentéssel egyetemben. Ezzel együtt kérem a közülés, hogy fogadja az előterjesztést. Kérdés, észrevétel van ezzel kapcsolatban? Ha nem, akkor kérem a szavadást. Igen, három tartózkodással fogadta a közgyűlés. Köszönöm. Kettes napirendi pont kitüntetések, valamint szakmai kitüntetett díjak alapításáról és adományozásáról szóló 91-13 számú rendeletünk módosítás, előterjesztő Kékes Ferenc bizottsági elnök úr. Szépen, én nagyon bonyolult és hosszas kiegészítést nem kívánnék ez a rendelethez tenni. Annak a városi kitüntetések hagyományos rendjét előkészítő közgyűlési munkában és bizottsági munkában megfogalmazott igényre ad választ ez a rendelet, amely a ciklus végén, tehát a 4 éves önkormányzati ciklus végén a Procivitate és a Communitate kitüntetések tekintetében felemeli a keretszámot, és elsősorban a gazdasági, a városfejlesztés érdekében kifejtett tevékenységért személyek, illetve szervezetek részére megemelt kitüntetési, erkölcsi elismerési lehetőséget teremt. Úgy érzékeltem az előkészítés során, hogy ebben a kérdésben egyhangú és széleskörű politikai konszenzus alakult ki a képviselőtestületben, és kérem Önöket, hogy szíveskedjenek a rendelet módosítást elfogadni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Galbács képviselő, tessék parancsolni. Egyetlen egyértelműen azért túlzottan egyhangú ne legyen az egyetértés. Én többször elmondtam, most is fenntartom azt a nézetemet, hogy a városnak túl sok kitüntetése van, bizonyos kitüntetési fajták viszont hiányoznak. Én úgy érzem, gondolva a színházban lezajlott ünnepségre is, olyan tömeges kitüntetés átadások történnek, amely a kitüntetések igazi értékének a városi rangját csökkenti. Nem tudom, hogy jó út ez. De hát végső soron demokratikus közgyűlés vagyunk, a közgyűlésnek kell dönteni. Köszönöm szépen, Cserép Attila városi rendőrkapitány úr, tessék parancsolni. Köszönöm, maximálisan elfogadva az érvelést és a javaslatot, ügyrendi ok miatt nem látom ennek a mai tárgyalási lehetőségét. Rendelet módosítása fekszik előttünk, ennek a tárgyalását meg kell előzze bizottsági előkészítő munka, tehát én jó szívvel ajánlom a bizottság figyelmébe ezt a javaslatot, de a döntést mai napon sajnos nem tudunk hozni, ez teljesen világos pillanatnyilag. További hozzászólások vannak ehhez a témához. Liszkai Terész képviselőasszony. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én nekem az a félelmem van, hogy rettenetes módon felhigítjuk a kitüntetéseket ezekkel a szaporításokkal, mert érdemes emberről
nem mindig akad. Semmi más bajom nincs. Köszönöm. Ez annyit szólnék, hogy látszatra lehet, hogy ez a veszély fennáll, azonban el kell mondjam azt, hogy és erről nincsen szó előterjesztésben, tehát ezt plusz információként adom jó szívvel a közgyűlésnek, hogy az elmúlt ciklusunk utolsó közgyűlésén az akkori polgármester úr a város gazdaság életében kiemelkedő munkát végzett cégek első számú vezetőinek adott át kitüntetést, amely nyilván a személynek és a cégnek egyaránt szólt. Kvázi a ciklus 4 évén keresztül végzett munkájukat elismertetendő. Egy ilyesmit szeretnénk formalizálni gyakorlatilag, hogy egy ilyen lehetőség legyen mindig a közgyűlésnek, hogy a ciklus utolsó évében a gazdaság területén végzett kiemelkedő munkát tudná honorálni. Az jelentős felrégulás nem eredményez, hiszen ez azt jelenti, hogy a piramis felépítésű rendszerben, tehát 1 díszpolgár, 2 pró civil, tehát 3 pró kommunitáte díj alapvetően nem sérül, annyival egészül ki, hogy utolsó évben, tehát 4 évben egyszer, ez duplázódik, tehát akkor 2 helyett 4 pró civitáte van, és 3 helyett 6 pró kommunitáte van. Tehát úgy gondolom, hogy ez nem jelent egy erőteljes feldúsulás, hanem ez csak egy kismértékű növekedés jelent mindössze. Alpolgármester úr. Tehát közgyűlés, örülve az előterjesztésnek nem volt szándékom hozzászólni, de 2 hozzászólás azért muszáj reagálnom. Tulajdonképpen Galbács képviselőrrel egyet tudok érteni. A probléma az, hogy immáron 7 vagy 8 év kitüntetési cím odaítélés előkészítési procedúrájára visszagondolva, nekem mindig az volt az érzésem, hogy nem vitatva különböző nagyszerű pécsi embereknek, tudósoknak, professzoroknak, művészeknek, hadd ne soroljam tovább érdemeit, de a gazdaság azon szereplői, akikről a polgármester az előbb megemlékezett, de valahogy mindig a háttérbe soroltak. Na most tudom, hogy nagyon nehéz a körtét az almával összehasonlítani, de azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon sikeres cég, amely 1000 vagy több 1000 ember tud foglalkoztatni rendkívül rossz gazdasági körülmények között, óriási szolgálatot tesz a városnak, a város lakosságának. Tehát az ilyen jellegű teljesítményt is azt gondolom, hogy el kell, hogy ismerje a közgyűlés. A legutóbbi frakcióvezetői egyeztetésen is úgy alakult a helyzet, hogy volt vagy voltak 1-2 gazdasági területről előterjesztés, de akkor a frakcióvezetői ülés a régi reflexeknek megfelelően megint csak elment a humán terület felé, és ez a megoldás azt hiszem, hogy pótolja ezeket a hiányokat, sőt egy pozitív beállítást is lehet mellé tenni, mégpedig azt, hogy 4 évenként koncentráltan a város kiemelten odafigyel ezekre a teljesítményekre, tehát én semmilyen aggályt nem látok benne, és hát én fölhígulásról tényleg nem szeretnék beszélni, vagy nem is értek egyet vele. Különböző területeken különböző nagyszerű teljesítményeket kell elismerni. Tulajdonképpen a lehetőség megvolt rá, az eddigi szokásaink alakultak kicsit másképpen. Ez a rendeletmódosítás ezt helyre billenti, ezt a dolgot. Köszönöm. Köszönöm. További hozzászólások. Rombári képviselő. Egy szépséghibája van annak, amit Papp Béla alpolgármester úr elmondott, hogy a rendelet ezt nem tartalmazza, amit ő indokként felhozott. Tehát, hogy gazdasági szakember, ne csak művészek, tudósok, pedagógusok kapjanak kitüntetést, hanem a gazdasági élet jelentős személyiségei. De egyébként eddig sem volt akadálya annak, hogy egy kitűnő vállalatvezető mondjuk Pro Civitate díjat kapjon. Tehát akkor, ha ez a cél, hogy ez a +2, +3 díj, ez mindenképpen a gazdasági szakembereknek jusson, akkor ezt fel kell tüntetni a rendelet szövegében. Köszönöm, további hozzászólások. Kérdezném az előterjesztőt, Kékes Ferenc urat, hogy Romvár úr által mondottakra mi a reagálás. Tehát a rendelet szövegében ezt jelezni kellene, hogy itt milyen célokkal kívánja ezt a testület megtenni. Az az érzésem, hogy nem szükséges a rendelet szövegében ezeket a célokat így kiemelten megjeleníteni. Ezzel a keretszám bővítéssel nem csak a gazdasági élet szereplői számára tud kívánna képviselőtestületre az előkészítők lehetőséget biztosítani. A gyakorlat
fogja kialakítani ennek a rendjét, de a hangsúlyt szeretnénk kiemelni az eddigi praxis során, a megtörtént események során, hogy ez most elsősorban, legalábbis ebben az esztendőben a szándékainknak megfelelően a 94-hez hasonlóan a bővülő keretszám a gazdasági életben kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyiségek számára, illetve szervezetek számára legyen juttatható. Úgyhogy én úgy tartanám igazán helyesnek és úgymond szektorsemlegesnek, hogyha így maradna a rendeletnek a szövege, amely a képviselőtársaim előtt szerepel. Köszönöm. Köszönöm, nincsen tapodászolásra, kérem, hogy a testület szavazzon a rendeletünk módosításáról. A megkívánt minősített formában kérem a szavazást. Egy igen, egy nem és 6 tartózkodása közül, és a minősített többséget nem elérően szavazott, tehát nem érvényes a szavazásunk. Jó, hát akkor lépjünk tovább erről. Következik a harmadik napi rendi pont, az Esztergár Lajos Családsegítő Központ működtetéséről előterjesztő Pacur Zsolt bizottsági elnök úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. A tavaly novemberben hatályba lépett gyermekvédelmi törvény végrehajtásának különféle lépéseiről, szükséges lépéseiről a közülés egy korábbi, talán júniusi ülésén már döntött. Ennek végrehajtásának egyik része ez a mai előterjesztés. Mint abból az előterjesztésből, abból a határozati javaslatból is kiderült, Pécset két igazgatással vagy két központtal működő, de 4 telephelyen működő gyermekjóléti szolgálatot kívánunk létrehozni. Az egyik a már meglévő és működő Anikó utcai családsegítő szolgálathoz társulna, amely Kertváros és a uránvárosi területet látná el. A másik a messzesen működő Esztergár Lajos családsegítő intézethez kapcsolná a belvárosi területet, és így látná el az önkormányzat számára előírt feladatokat. Ez a feladat bővülés, mint az előterjesztésből is kiderül, az eddigi működtetési formát a továbbiakban nem teszi lehetővé, lévén, hogy az előterjesztésből is kiderülve eddig a költségek túlnyomó részét a Janus Pannonius Tudományegyetem vállalta egy 92-es együttműködési szerződés alapján, de ez a feladat bővülés már meghaladja az egyetem anyagi lehetőségeit, és a feladatok ilyen méretű bővülése, mely valamennyi önkormányzati alapfeladatként jelentkezik ebben a gyermekvédelmi törvényben, szükségesét tette, hogy ezen intézmény működését áttekintve önálló önkormányzati intézményt hozzunk létre. Ez egy hosszú több hónapon keresztül tartó tárgyalási folyamat eredménye, amely ma a testület előtt lévő együttműködési megállapodásban körvonalazódik. Ezzel az egyetem képviselői korábbi tárgyalások során Visics Zsolt dékán úrral együtt egyet értettek. Én kérem a tisztelt közgyűlést, hogy együttműködési megállapodásként, végleges együttműködési, vagy elfogadásra szánt együttműködési megállapodásként a ma reggel kiosztott együttműködési megállapodást tekintse. Ebben az érdemi változás tulajdonképpen az, hogy ez az intézmény átadás, átvétel vagy tovább működtetés igazándiból pénzmozgással nem jár a felek között. A megállapodás lényege ugye írva vagyon ebben a szövegezésben. Továbbá ehhez csatlakozik a végleges határozati javaslat is, nekem is, amely még csak annyiban végleges, hogy egy 5B pontja kimaradt. Az 5B pontja arról szólna, amelyben a testület felkéri a népjelölti irodát, hogy a pályázati felhívást készítse el, és terjessze a következő közgyűlés, tehát a szeptember 24-i közgyűlés elé. Köszönöm szépen, kérem a testületet, hogy az együttműködési megállapodás aláírására a polgármester urat hatalmazza fel, illetve az előterjesztést fogadja. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás ehhez? Gólob képviselő tessék parancsolni. Köszönöm szépen. Hát tényleg néhány új elemet tartalmaz ez a most kiosztott határozati javaslat. Például a 98-as finanszírozással kapcsolatosan megnevezi a pontos összeget, viszont szeretném megkérdezni, hogy a
lehet-e tudni azt, hogy 99-es költségvetés tervezésénél mekkora összeget kell most ősszel az új közgyűlés tagjainak betervezni erre a célra? Tessék. Nyilvánvalóan csak tapasztalati adatok állnak rendelkezésre, vagy a korábbi évekből állapíthatóak meg. Ez nagyságrendileg kb. 10-15 milliós költségvetést jelent. Köszönöm. Nagy Csaba, képviselő. Köszönöm, nekem csak egy apró figyelemfelhívásom lenne, illetve kiegészítésem az együttműködési megállapodáshoz, és ott is a finanszírozási kérdésekhez. Én szeretném, hogyha majd készülne egy költségelemzés, hogy valójában mennyibe kerül az, hogy az egyetemi hallgatók a gyakorlatukat ebbe az intézményben fogják letölteni. Én nem szeretném, hogyha az a helyzet állna elő, hogy azok az intézményi dolgozók, akik az egyetemi hallgatókkal foglalkoznak, kapnának valamiféle illetménypótlékot, és ezzel le lenne rendezve a dolog. Nyilván, hogy ennek vannak más anyagi, illetve költségvonzatai is. Én szeretném, hogy erre egy konkrét számítás készülne, és ezt kérnénk el az egyetemtől, tehát a valódi működési költségeket kérnénk tőlük. Köszönöm szépen. Köszönöm. További hozzászólások ez a ponthoz. Ha nem, kérem a szavazást ezzel kapcsolatban. Szóval igen, egy tartózkodásra fogadta a közgyűlés. Köszönöm. Következik a 4-es napirendi pont. A közalapítvány Pécsváros közoktatásért alapítvány okiratának módosítása címmel Meixner András képviselő, tessék. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt közgyűlés, hozzátenni nem kívánok az előterjesztéshez az indokokat, hogy miért kértük a módosítást, ott leírtuk. Annyit tennék hozzá viszont tájékoztatásul, hogy a közoktatásban működő szakmai szervezetek, így az óvodai vezetők tanácsa, az iskola szövetség és a középiskolában tevékenykedő igazgatók kollégiuma támogatja a javaslatot. Támogató javaslatukat kérem és meg is köszönöm előre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További hozzászólások vannak-e? Ha nem, kérem, hogy szavazzunk. Igen, elfogadta a képviselőtestület. Köszönöm. Az ötödik pont következik, ennek ugyebár akkor 2A és B része lesz majdan. Én akkor az első feléről szólnék, tehát a Pécs TV Kft. Alapítókrának módosítása címet viselő napirendi pontról. Ez egy technikai jellegű módosítás, hiszen a Pécs TV Kft. Átalakulása folytán különböző egyéb tevékenységet is elkezd majd, vagy már folytat is netán. A melléklet szerinti felsorolás értelmében én kérem a közgyűlést, hogy ezt a kiegészítést és ilyen módon az alapítókirat módosítását szíveskedjék jóvá, hogy ez ilyen módon legitimé váljon, kérem ebben a döntést, és várom a hozzászólásokat, ha vannak ilyenek. Ha nem, akkor kérem, hogy szavazzunk. Igennel fogadta a képviselőtestet, és a B alpont előterjesztésre kérem Kékes Ferenc frakcióvezető urat.
Köszönöm szépen, egy pici ügyrendi problémám van, hisz ugye határozatbeosztott írásba kell foglalni. Ez folyamatban van a Tulajdonosi Bizottság közgyűlés megelőző ülésének megfelelően, és sajnos úgy látszik, még nem készülhetett el az a pársoros előterjesztés, illetve határozati javaslat. A határozati javaslat szó szerint egyébként szól, na, hogyha a közgyűlés ezt elfogadja, hogy most foglalkozunk ezzel, de nagyon ragaszkodnak az íráshoz, akkor kicsit várni kell, amíg a kezünkbe kerül. Ennyi a tartalmi lényege, hogy a közgyűlés tudomásul veszi Bognár Lászlónak, a Pécsvárosi Televízió Felügyelőbizottság tagjának írásban történő lemondását felügyelőbizottsági tagságáról, és a közgyűlés felügyelőbizottság tagjává a mai nappal, tehát szeptember 10-ével megválasztja Farkasné Kuruc Zsuzsannát. Köszönöm, ennyi. Köszönöm szépen. Tehát egy kiesett vagy lemondott személy pótlásáról van szó, hogy a felből működőképes maradjon, ez nyilván a tévének is érdeke. Van-e hozzászólás ez az előterjesztéshez? Ha nem, akkor kérem a szavazást ezzel kapcsolatban. Közülés 25 igennel és 2 tartózkodással elfogadta a nevezett szemét a FEB tagjaként. A 6. napirendi pont következik. Decentralizált szakképzési alappályázata kapcsolatos jelzálog bejegyzése címmel. Ennek előterjesztője Megszer András képviselő úr, a távoli elnök úr helyettese. Köszönöm, nincs kiegészítésem az anyaghoz. Ilyen már tavaly is volt, esetleg ha tájékoztató adatokra szüksége van a képviselőtársaimnak, akkor amit tudok elmondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e kérdés észrevétel ez a napirendi ponthoz? Ha nem, kérem a szavazást. Köszönöm, 9 igennel fogadta a közgyűlés. Köszönöm szépen. 7. napirendi pont következik, a Safari Park hely kiválasztása. Előterjesztője ennek a napirendi pontnak Faragó László bizottsági elnök úr. Tessék parancsolni. Köszönöm szépen. Tisztelt közgyűlés. A közgyűlés többek között 97 júniusában foglalkozott a Safari Park kérdésével, illetve az állatkert további sorsával. Akkor a kérdés az volt, hogy az ANTS véleménye alapján a jelenlegi helyén kell-e az állatkertben a szükséges további beruházásokat megtenni, tehát a jelenlegi területnek a víz beszivárgásának a megakadályozását, tisztítását, illetve a területnek a bővítését a parkerdő rovására, vagy a város kifejezi szándékát, hogy a jelenlegi helyről máshova kívánja telepíteni az állatkertet. Az akkori közgyűlési határozat az volt, hogy nem célszerű kb. 150 milliót a jelenlegi helyen az állatkertbe beleinvestálni, hanem egy új park kijelölését tartja szükségesnek a közgyűlés. Ennek megfelelően ennek az új helynek a kijelölését megkezdte az iroda, illetve az illetékes bizottság foglalkozott a kérdéssel. Néhány szót azért szólnék az előzményekről, hiszen ez nem minden előzmény nélküli, hiszen már 82-ben is volt egy tanácsi döntés arról, hogy az állatkert a jelenlegi helyén nem működhet, és valahol máshol kell az állatkertnek helyet keresni. Az akkori vizsgálati szempontok alapján 7 területet vizsgált meg részleteiben ez az előkészítő tanulmány, a gyükési rekultivált területet, Üszökpusztánál egy területet, Tüskésréten, Nagy Árpádon, az úgynevezett P területet, Malombölgyet és Kökényt.
Az akkori tanulmány egyértelműen bebizonyította, hogy Nagy Árpád és Kökén területén alkalmas ezek közül a Safari Park létesítésére. Mivel sok-sok év eltelett ugye ez a tanulmány és a mi közülési döntésünk között, ezért ezt részben újra fel kellett frissíteni, illetve új helyeket is meg kellett vizsgálni. A részletes vizsgálatot mi 4 területre készítettünk, részben az előbb említett 2 terület lett megvizsgálva, másrészt a gyükési rekultivált területet újra vizsgálat alá vettük, illetve a tüskéséti területet újra megvizsgáltuk. A szükséges vizsgálati tényezők alapján a helykijelölő tanulmány 2 területet tartott alkalmasnak. Egyrészt ugye a terület nagysága, hogy hol lehet egy minimálisan 50-60 hektáros területet kijelölni, illetve ennek a kitettsége és egyéb szakmai szempontok alapján 2 terület maradt fent a rostán. Ez a Nagyárpádi és a Kökényi terület volt. Ezt követően a bizottság kérte a szakértőket, hogy ezen 2 területnél végezzenek el egy előnyök és egy hátrányok vizsgálatát, tehát mind a 2 területen nézzék meg, hogy amennyiben a közülés úgy dönt, hogy az a terület legyen az adott hely, akkor milyennek az előnyei és milyen hátrányokkal jár. Ezzel párhuzamosan az iroda a közigazgatási eljárás keretében egyfajta hatósági egyeztetést is megkezdett, és a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőségtől, a Dunadráva Nemzeti Parktól, a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóságtól is beszerezte a véleményeket, hogy ezek a hatóságok melyik helyet tartják a saját szempontjaik alapján megfelelőbbnek. A vizsgálatok és az egyeztetések eredménye az volt, hogy a 2 terület közül az úgynevezett Kökényi területet, amelyeket így nevezünk itt Málom és Kökény között helyezkedik el a terület, hogy ez a legalkalmasabb. Egyrészt a Dunadráva Nemzeti Park a Nagyárpádi területet nem tartotta erre alkalmasnak. Másrészt a Kökényi Arborétum terület, ez egy 108 hektáros terület, amely az önkormányzat tulajdona, ugye az önkormányzatnak nem kell megvásárolni a területet, tehát hogyha ebből a 108 hektárból valamekkora területet hasítunk ki, akkor a megvalósítás szempontjából sokkal költségtakarékosabb. A terület lényegében 3 oldalról is közúton jól megközelíthető, a Malomvölgyi Kiránduló Központhoz is közel van, és ennek a parkolói is akár hasznosíthatók. Tehát az egyik ilyen kritérium is ugye volt, hogy a városhoz jó csatlakozzon, a terület közlekedési szempontból megfelelő legyen. A szakemberek a területnek a kitettségét és az egyéb természeti feltételeit is olyannak tartották, ahol megvalósítható a terület. Korábban az önkormányzatnak volt döntés, hogy a területen egy arborétumot kell létesíteni, amelynek a kiépítése megkezdődött, de ez sajnos abban maradt. Ez a 2 program a szakemberek szerint jó egyesíthető, és a továbbiakban a 2 együtt tovább vihető. Itt a meglevő környezetben a Safari Park nagyon jó beilleszthető, és nem egy környezetével kell újra felépíteni egy ilyen területet, hanem az adott környezet nagyon alkalmas erre a területre, tehát viszonylag kis környezeti átalakítással megoldható ez a terület. Már utaltam arra, hogy a költség oldalról is ez mutatkozott legkedvezőbbnek. A terület nagysága miatt lehetőség van arra, hogy akár az állatok takarmányának egy része is a területen megtermelhető legyen, és már említettem, az arborétum is ezzel gazdára találna. Az előzetes költségbecslések azt mutatták, hogy az első ütem az egy olyan 100-120 millió forintból megoldható, és a későbbiek során még attól függ, hogy milyen színvonalú parkot akarunk kialakítani, mindegy 400-500 millió forint lenne ehhez szükséges. Forrás oldalról nem szabad elfelejteni, hogy ez természetesen nem csak az önkormányzat forrásaiból valósítható meg egy ilyen nagy program, hiszen ez az egész megyének egy fontos programja lehetne, illetve a régióban is egy egyedülálló program lehetne, és ezért az önkormányzat számíthat arra, hogy ezeket a forrásokat is be lehet vonni a majdani építésbe. Gondolok arra, hogy például a regionális fejlesztési tanács a FÁR segítségével például most írt ki egy pártot, amelynek a forrás oldalán 1 milliárd forint van dél-dunántúli programok megvalósítására, tehát például dél-dunántúli szinten ilyen szintű források is elképzelhető. Ha látjuk, hogy itt a
a megvalósítás mindegy 2005-ig van ütemezve, a későbbiek során ez az esetleges Európai Uniós alapok megjelenésével, amit ugyancsak regionális szinten kerül részben elosztásra, ez esetleg biztosíték lehet, hogy a későbbiek során is itt ezen a szinten is jelentősebb források vannak. Nyilván a megyének is lehetne ez egy kiemelt programja, ezért számíthatunk azt, hogy a megyei fejlesztési tanács által elosztott területfejlesztési forrásokból is erre pénzt lehet kapni. Már most is jelezte több vállalat, hogy egy ilyen programhoz csatlakozna és jelentősebb összegekkel hozzájárulna, tehát itt több 10 milliós nagyságrendre számíthatunk arra, hogy esetleg a helyi vállalatok is támogatnák a programot. Mindez az kell, hogy egyrészt meghozza a döntést az önkormányzat, hogy mely helyen kívánja ezt. Ha ez a döntés megszületett, akkor lehet elkészíteni azt a részletes programot és finanszírozási tervet, ami konkrétan megmondja, hogy ezen területen belül is mik a határok, milyen ütemezése, hol, milyen létesítményekre van szükség. Ezt követően kell ugye a vonatkozó rendezési terveket és elsősorban az általános rendezési tervet módosítani és elkészíteni a kiviteli tervet. Maga ez a tervezési munka is becslésünk szerint egy 2 éves időperiódust felölelne, hiszen itt gondoljunk arra, hogy a rendezési tervek megváltoztatása minimálisan a szükséges egyeztetések miatt például egy 6 hónapos időszakot vesz igénybe, és ezért a 2000-ig lenne szükség körülbelül 15 millió forintra ahhoz, hogy ezeket a szükséges tervdokumentumokat elkészítesse az önkormányzat, és ezt követően lehetne megkezdeni a tényleges kivitelezést. Ezzel a programmal, illetve a helykijelöléssel kapcsolatban egyetlen ellenvélemény érkezett ismereteim szerint, ez pedig a Mecsek-Szabolcsi Környezet és Érdekvédelmi Egyesület írt több ízben a bizottságnak. Már korábban is jelezték, hogy ők kedvezőnek tartanák, hogyha ez a szafari park, illetve az állatkert kitelepítése kapcsán figyelembe vennénk az általuk javasolt területet is. A levelük az tulajdonképpen két kardinális dolgot tartom. Az egyrészt az, hogy itt elhamarkodottan hoznánk döntést ebben az ügyben. Hát azt hiszem, hogy ez nem megalapozott, hiszen utaltam rá, hogy 82 óta folyamatosan foglalkozik mind a korábban a tanács, mind azóta az önkormányzat ezzel a kérdéssel. Többször, többen nagyon sok területet megvizsgáltak ennek kapcsán. Hadd ne soroljam föl ezeknek a terve előzményeit, tehát itt mondjuk elkapkodásról szó sincs, inkább azt kell, hogy mondjam, hogy kicsit megkésve hozzuk meg a szükséges döntéseket. Továbbiakban szakembereket kértünk föl, hogy vizsgálják meg ezt a területet, és erre beérkeztek a válaszok, hogy alkalmasnak tartják-e ezt mindegy alternatívájának a Kőkényi területnek, vagy sem. Ez a terület tulajdonképpen részben az ART, jelenleg érvényes ART-vel is ütközik, de nagyobb gond az, hogy ezt a területet, tehát a lantos völgyi szénvagyon kitermelésére hosszú távon számon tartják a jelenlegi jogszabályok, és a 95 évi 8-as törvény alapján, itt a bányatörvényre utalok, bányatörvény alapján itt nincs egyedüli döntési joga ebben az önkormányzatnak, sőt nem, neki van elsősorban döntési joga, tehát ez nagyban megnehezíti az itteni megvalósítást. A korábbi mélyművelési bányászat által érintett, igen, megzavart terület ez is, mint tudjuk, a Mecseki Bánya Vagyonhasznosító RT feladata itt a részbeni rekultiváció. A nevezett részvénytársaság is nyilván csak az anyagi forrásainak függvényében tudja itt a szükséges rekultivációkat elvégezni, ami előfeltétele lehet egy itteni telepítésnek, ami ugyancsak késletezheti itt a program megvalósítását. Valamint ugye a gondot elsősorban jelenlegi állatkert területén is a nagypatások jelentik, és a szakemberek nem tartják alkalmasnak a terület nagyságát, illetve a legeltetése nem nagyon alakítható ki itt a szükséges nagyságú terület, ezért sem tartották alkalmasnak ezt a területet, így részleteiben a továbbiakban ezzel a kérdéssel nem foglalkozott a bizottságunk, és ezért kérem, hogy az általunk javasolt határozati javaslatot fogadja el a tisztelt közgyűlés. Köszönöm. Köszönöm szépen. Golob képviselő. Köszönöm szépen. Csak a pontosítás kedvéért szeretnék néhány dolgot kérdezni. Maga a Safari Park, mint ilyen,
fogalma azt akarja, hogy az állatok szabadon élnek, szabadon mozognak, a látogatók pedig ott mennek közöttük, vagy kerítéssel elválasztva, vagy azzal sem. Tehát gondolom, itt nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy a nagyárpádi és kökényi szavannákon oroszlánok és tigrisek fognak kóborolni, de ha erre lehetne valami választ kapni, akkor igencsak szeretnénk. Nyilvánvalóan vannak olyan állatok, amelyek emberek közé engedhetők, de hát vannak olyanok, amelyek nem. A másik dolog, amire szeretnék rákérdezni, az a költségmegoszlás. Itt a határozati javaslatban 4 ütem szerepel. Az első ütem az 2000-ig szól 15 millió forintos igénnyel, a második ütem szintén 2000-ben 2 millió forintos igénnyel, a harmadik, amely megvalósítás címszó viseli, 120 millió forintról szól már 2001-ben. A továbbfejlesztés, ami a negyedik ütem lenne, az külön még 500 millió forint, tehát ez olyan 6-700 millió forintot venne igénybe az egész tervezet. Kérdés az, hogy a harmadik ütemmel, a megvalósítással már működőképes lenne ez az objektum, vagy még nem? Tehát még rá kellene költeni ahhoz, hogy teljességében komplex legyen és használható, tehát rá kéne költeni még 2002-től 500 millió forintot is. Tehát elengedhető-e, vagy sem? Tehát ez a két kérdésem lenne, ha valaki tud rá válaszolni, akkor szívesen venném. Köszönöm. Köszönöm. Galbács képviselő úr. Hát én is úgy érzem, hogy ez a Safari Park megnevezés, hát kicsit a város felvágása akar lenni, vagy ne adj Isten a tervezetnek a felvágása, mert a Safari Park alatt szerény tudásom szerint ez azt jelenti, hogy az állatok természetes környezetükben élnek, ez látogatható, gyakorlatilag ebben nem zavarja őket. Van egy másik fajta tartási forma, hogy én tudom, a legköltségesebb tartási forma, ez az állatok természetes környezetben, de mesterséges körülmények között való tartása. Ez a leghumánusabb állatkerti tartási mód, de állatkerti tartási mód, és egyúttal a legköltségesebb is. Azt hiszem, hogy jelen esetben tulajdonképpen a város ezt a megoldást irányába hat, illetve irányába mozdul el, elismerve, hogy kényszerpályán, mert most tárgyaljuk végsősorban, ugye 8 éves képviselői működésem során azt hiszem, hogy 34-szer a állatkerti kérdés, mert hát végsősorban csak azt tárgyaljuk ezzel, mert a városnak egy kényszerhelyzete van, hogy az elszennyeződött vízbázist, mind jobban elszennyeződő vízbázis problémát meg kell oldani, ennek lenne ugye a kitelepítése. Úgy érzem, hogy megint egy kicsit olyasmi probléma van, itt 500 millió forint a végösszeg, hát hogy egyből meg lehet-e csinálni, ezt nem tudom. Tervek készülnek, de szerintem jobban kellene, hogy arra készüljön egy terv, hogy mi van abban a nagyon közel jövőben várható, nem középtávon, szerintem közel jövőben, pár éven belül várható helyzettel, amennyiben olyan mértékben szennyeződik a tetje vízbázis, hogy tisztítás nélkül, jelentősebb víztisztító berendezések nélkül ez tovább nem üzemeltethető, a város teljes mértékben rá fog szorulni a Dunai vízre ebben az esetben, mert a fő vízbázisa elveszik, ez jelentős vízár növekedéssel jár. Valóban erre talán fontosabb lenne egy tervet kidolgoztatni, hogy ebben az esetben mit akar a város tenni. Hát persze ez ebbe a közgyűlésben már nem fér vele. Én elismerem, hogy a városnak szüksége lenne, mindenféleképpen szüksége lenne egy kulturált állatkertre. Nevezzük ezt Safari Parknak, vagy akárminek, mit tudom én, 100 hektáron, az össze-vissza 1 négyzetkilométert jelent, és még abból is bizonyos dolgokat meg kellene vásárolni, meg sok pénz kellene hozzá, szóval álmodozzunk, el lehet indítani ezt a termet, mert hát ha ragyogóra fordul ennek a gazdaságnak a helyzete, de elsődlegesen arra kellene koncentrálni, hogy ezt a lehető legkevesebb pénzzel hogy lehet megvalósítani.
valóban valamilyen tényleg szafari park jelleget kellene csinálni, de ez nem oldható meg szerintem 100 hektáron, mindössze egy négyzetkilométeren, ennek egy nagyobb terület kellene. Amikor ezek a tanulmánytervek készültek, a tulajdonviszonyok is még alapjaiban, mint az előterjesztés is utal rá. A tulajdonviszonyok még egészen másak voltak, ma már ez is nehezíti a kérdést, viszont kialakultak olyan védett területek, természetvédelmi területek, amelyek ennek bázisa lehetne az új állatkertnek, amely nem feltétlenül Pécs közigazgatási határát jelenti, esetleg elnyúlhat másfele is, de Pécsen belül is vannak olyan területek, amelyeket még érdemben a város nem vizsgált. Gondolok itt például Pécs-Szabolcs feletti területre, érdemes lenne talán ezt a területet is megnézni jobban, de mindenféleképpen a tervezgetés mellett a 6 meg a 9 millió forint mellett rá lehet ezekre fordítani a lelkiismeretünket, egy kicsit nyugtathatjuk, hogy valamit akarunk csinálni, a kényszer majd ezt úgyis pár éven belül meg fogja oldatni a várossal, mert muszáj, hogy megoldja. Addig is, ha tanulmányokat készítünk, én szeretném javasolni, hogy ne csak az itt leírtakat nézzük, amelynek az alap adatai egy kicsit még talán a Kádár rendszerben nyúlnak vissza, hanem a jelenlegi helyzetet is jobban meg kellene vizsgálni, és ebben a részletes, nem is részletes finanszírozási programról van már itt annyira szó, én még az előtanulmányokat folytatnám tovább. Lehet, hogy talán jobb ötletet tudnának találni, mint ebbe a majdhogy nem végállapotot rögzítő elképzelésbe van. Én még egyszer szeretném javasolni a közgyűlésnek, hogy ebben a formában most ezt ne nagyon tárgyalja, hanem talán célszerű lenne ezen még egyszer gondolkozni abban az értelemben, hogy jobban megnézni a várost, a város környékét, hogy reális összegért valóban, ha nem is igazi szafari parkot, de egy nagyobb területet, ahol az állatokat tényleg kisebb költséggel szabadabban lehetne tartani, amely valóban kisebb költséget jelent, hogy ennek a lehetőségét megvizsgálják. Az itt leírtak egyértelműen egy nagyon-nagyon kulturált, de állatkert áttelepítésről szólnak. Köszönöm, Sashalmi képviselő úr. Tisztelt polgármester úr, kedves képviselőtársak, úgy gondolom, hogy felelős, érdemi döntés ezzel az egész témával kapcsolatosan abban az esetben hozhatunk, hogyha az elibén terjesztett témát kiegészítenénk azzal, hogy a volt vagy a jelenlegi állatkertnek a hasznosításával, illetve az esetleges rekultivációjával kapcsolatosan milyen tervek születnek. Ugyanis ez a kettő egymástól függetlenül én szerintem nem kezelhető. Köszönöm. Köszönöm szépen, Simonovics képviselő. Köszönöm a szót. Én azt hiszem, sok képviselő örülne, hogyha ennyi érdekképviselete lenne a területen, mint a szabolcsi területen van. Ugye valóban megkerestek a Mecsek-Szabolcsi Környezet és Érdekvédő Egyesület levélben, ezzel kapcsolatosan, a Safari Park elhelyezésével kapcsolatosan. Én az előző közgyűlésen, amikor foglalkoztunk vele, akkor szíves figyelmébe ajánlottam Faragó úrnak, hogy próbálják átgondolni még egyszer ezt az egészet, hogy egyáltalán a Lantos-völgy hogy jöhet számításba. Megmondom őszintén, ez csak a Környezetvédő Egyesület véleménye, a lakosság véleményét még senki nem kérte ki, és sem a szabolcsi részönkormányzat véleményét sem kérték ki a Környezet és Érdekvédő Egyesület ebben. Én ezt úgy tudnám támogatni, ezt az egészet, amennyiben valóban elfelejtenénk azt, hogy most már Lantos-völgyet is megszélozzuk, mint külszínű bánya, ugyanis a Lantos-völgynek a szénkitermelése valóban csak repülővel lehetne megközelíthető, most már másképp nem tudom elképzelni. Én azt szeretném, hogy fejlődni ez a terület, valóban mi területünk, mi még annak az árán is vállalnánk, hogy oda kerülne a Safari Park, csak a bányát felejtsük el. Én szeretném, hogyha ebbe gondolkodnánk, és én nem tudom azt kifogásként találni, hogy megközelíthetetlen, mert majdnem minden egyik buszjárat ugyanúgy közlekedik azon a területen is, akár a 12-es is, Istvánoknál környéke is, akár a távolsági buszokkal is meg lehet közelíteni. És amilyen feltételek vannak kökényben, azokat a feltételeket itt is ugyanúgy meg lehetne teremteni. Én nagyon kérném azt, hogy a fejlesztésben próbáljunk már egyszer a szabolcsi térség fele is gondolkodni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Romvári képviselő.
Galbács András képviselőtársamat szeretném idézni, aki mindig óva intette a közgyűlést attól, hogy átmenjünk bizottsági tárgyalgatásokba. Hát most ő belement egy 5,5 perces nagy bizottsági expozéba, amely hát kezdődött azzal, hogy szafari, nem szafari. Aztán abban maradhatunk, hogy a szafari park elnevezés ez egy olyan valami, ami nem feltétlenül egy afrikai szafari parkot kell, hogy elénk idézzen 35 rinocérosz csordával, nagypatás állatok és az oroszlánok együtt élésére kell gondolni. Itt arról van szó, hogy a pécsi állatkertet ki kell telepíteni. Galbács András nagyon okosan és logikusan fölvázolta annak a veszélyét, hogy mi lesz akkor, ha a tetje forrás végig elszennyeződik. Van egy kényszerpálya. Egyet nem szabad elfelejteni. 16 év óta bölcs emberek, hozzáértő emberek, mert mi azt hiszem nagy rész csak hájokovácsok vagyunk, de egy nagyon komoly emberek, természetvédőktől kezdve, geológusok, mindenféle szakember ezen már végigrágta magát. Ez a pár oldalas előterjesztés, amit áll előttünk, ez nyilvánvaló egy szeparátum, rengeteg megbeszélés, rengeteg tárgyalás, rengeteg gondolat fekszik ebben. És hát Galbács András is mondta, hogy kb. 35-ször foglalkozott már 8 év alatt a közgyűlés ezzel. Hát, ha még hozzátennénk, hogy a tanácsi rendszerben hányszor foglalkoztak vele. Hogyha nem indítunk el valamit, és hogyha végül is nem döntjük el, hiszen kétféle kényszer van, egyrészt az, hogy rossz helyen van az állatkert, másrészt, hogyha végigolvastuk ezeket a tanulmányokat, akkor tudjuk, hogy a jelenlegi állatkert a maga 31-nány éves állapotával abszolút felújításra szorul, tehát magyarán ketrecektől kezdve mindent újjá kell alakítani, tehát ez eleve pénzbe kerül. A legfontosabb érv viszont a vízgyűjtő terület, amit egyszerűen nem lehet kikerülni. Hát ez van, ez egy idézőített bomba, ott a városnak a víz ellátása van kockára téve, és bizony a Duna víz drágább, mint a tetje víz. Ezt is Galbács András mondta. Na most, hogyha itt a bizottság, amely ezzel évek óta nagyon szisztematikusan foglalkozik, egyébként hozzáteszem, más bizottságok is foglalkoztak, és mondtak el ezzel kapcsolatban véleményt, például a Kulturális Bizottság is, nagyon sok területet vizsgáltak meg, mondom, nem hájókovácsok, hanem szakemberek. Maradt kettő, a Nagy Árpád és a Kökény, és 16 év alatt eljutottunk odáig, hogy a kökényi terület az, amely mindenki számára megfelelő. Na most ilyen adhok ötletekkel, hogy jaj, de jó lenne, lobbizok a saját területem irányába, és jó lenne ott elhelyezni, ezek mind csak olyan meghallgatandó javaslatok, amelyeken már azért túlment az idő, hiszen 16 év óta rengeteg ember ezzel foglalkozott. Ha most nem döntjük el ezt véglegesen, akkor egyrészt katasztrófa helyzet állhat elő a vízügyben, másrészt, hogyha mi határozatképtelenek vagyunk, mert 16 év óta ebben a város igenis határozatképtelen, hogyha egy nagyon normális, nagyon elfogadható ütemezésű tervet nem fogadunk el a szakemberektől, akkor bekövetkezik mindaz a negatív dolog, ami itt előbb elhangzott. Tehát igenis el kell dönteni, és nem szabad elfelejteni azt, amit a Faragó bizottsági elnök úr mondott. Itt ez a dél-dunántúli terület 1 milliárd forint ilyen jellegű megpályázható pénzösszeggel rendelkezik. Hogyha mi egy nagyon komoly tervet adunk be, és ez mindenféleképpen megalapozott, és valamit áldozunk, hát itt 1-2 millióról van szó, 15 millióról van szó, és ezzel egy félmilliárdos értéket fogunk majd nyerni a közeljövőben. És hogyha ez a dolog megvalósul, akkor ennek a régió központnak, amit Pécs városának nevezünk, egy újabb olyan idegenforgalmi és a város szempontjából érdekes objektuma jön létre, amire büszke lehet majd a város. 4 ilyen állatkert van az országban, ez lesz nyilvánvaló, hogy a Budapestit leszámítva a legjelentősebb, hogyha ezt megvalósítjuk, és ezt akár szafari parknak fogják majd hívni, akár állatkertnek, akármi másnak, a lényeg az, hogy ezt szakemberek fogják létrehozni, ők tudni fogják,
hogy a cserebogarat és az oroszlánt nem lehet összezárni, mert eltapossa egyik a másikat, nyilván nem a cserebogár fogja az oroszlánt eltaposni. Tehát ezeket a kérdéseket hagyjuk a szakemberekre. Nyilvánvaló, hogy a legjobb tudások szerint fogják megcsinálni. Ha én állatkerti szakember lennék és állatkert igazgató lennék, akkor életem nagy esélye lenne, hogy egy ilyet létrehozok, és minden energiámmal azon lennék, hogy a legjobbat hozzam ki. Én, aki értek az állatkertek tervezésé és értek az állatkerthez. Most ezt úgy jelképesen mondtam, mert nem értek hozzá. Ugyanolyan Hájó Kovács vagyok, mint sokan, akik most buzgolkodnak, és valami módon akadályozzák ennek az egész programnak a létrehozását. Könyörgöm, egy város vezetése, egy város közgyűlése akkor szolgálja a hivatását, hogyha ha mindig az előrelépő gesztusokat teszi meg, és a lehetőséget megteremti az előrelépésre. Köszönöm, Körömi képviselő úr. Tisztelt közgyűlés! Már így félszer a román képviselő, akkor azért reagálnék, én az oroszlánt és a cserebogárat nyugodtan összezárnám, mert a cserebogár majd elrepül, ha meg nem, akkor meg egy ügyetlen cserebogárról van szó, tehát nem tudom, hogy ez hogyan került ide. No mindegy. Azért én egy óvatosságra ünteném a közgyűlést, ugye a román képviselő többször használható, hogy Mihály Kovácsok vagyunk, és a szakértők és a hozzáértők ezt eltervezték. Így van, az állatkerthez hozzáértők állatkertet akarnak építeni, az utaképítéséhez hozzáértők számtalan hosszúságú utat akarnak építeni, akik lakásépítéshez értenek, azok lakásokat akarnak építeni, akik színházak és egyéb kulturális rendezvénytermek építésében szakértők vagy szakosodottak, azokat akarnak építeni. A szakértőknek az a dolguk, és nyilván az a hivatástudatuk megvan, hogy nagyon sok megrendeléshez szeretnének hozzájutni az adott területen, tehát hogyha a szakértők ülnének ebben a képviselőtestületben, akkor valószínűleg egyetlen egy döntésem születne, mert ki ezt akarna építeni, ki aztán szépen betartanának egymásnak. Úgyhogy a szakértelem az valóban jobb, hogyha elvégzi a maga dolgát, előkészíti a Hájó Kovács politikusoknak, és azok pedig szépen eldöntik, hogy a helyi lakók adópénzeit mire fordítsák. Hát csak a szakértelemről. Egyébként valóban hozzáértenek. Ők ehhez értenek, más meg máshoz ért. Én azt gondolom, hogy nem véletlen folyik ez a vita 82 óta. Egy dolgot, én nem voltam tanácstag, de egy dolgot valószínű mind az akkori, mind pedig az azóta működő testületek kerülgetnek, mégpedig azt, hogy, és ezt nem merik kimondani, hogy nem tudják a testületek megmondani maguknak, vagy a nyilvánosságnak, hogy a városban örökösen meglévő különböző hiányosságok, akár utakarban tartása, ágostontéri csomópont építése, magas ház, ugye nem folytatom, millió olyan dolog van, amelyben a városban fontos lenne, helyett bevállalnak egy nagy beruházást. Egész egyszerűen erről. Ezt a kérdést kerülgeti minden testület, beszélünk szafairól, állatkertről, kitelepítésről, meg a meglévő állatkert rekultivációjáról, egyről nem beszélünk, ez egy beruházás. Költségvetési pénzen bevállalja a testület, vagy nem, elé helyezi-e egy lakásprogramnak, elé helyezi az ágostontéri csomópont befejezésének, elé helyezi-e a megkerülő úthoz való hozzájárulás kérdésének, előhelyezi-e egyéb fontos városi kérdéseknek. Igazából ez nincs terítéken, és az egész előterjesztésnek én egy ponton érzek hiányosságát. Faragó bizottsági elnök úr a pécsi napok, illetve a pécsi ünnep mennyitóján röviden mondta, hogy beszeretnék hozni ezt mindenképpen, hiszen legalábbis részéről 4 év kemény munkája fekszik benne, és ezt abszolút méltányolni kell. Tehát nyilván egy bizottság és egy bizottsági elnök nagyon rosszul venné, és teljesen érthetően rosszul venné, hogyha a ciklus végére egy olyan fontos program, amiben rengeteg munkát tettek bele, a mögöttük lévő szakértőkkel együtt, az nem zárulna le valamilyen módon. Ez abszolút indokolt és jó értelembe vett presztízs kérdés. Ezt abszolút méltányolni kell. Egyre nem gondoltak, és ez nem az ő bizottságoknak a dolga, hiszen a Faragó László által vezetett bizottság nyilván a helyi kijelölésben, annak a környezeti terhelésébe, egyéb rendezési tervekkel való összefüggésébe érintett. Nyilván a finanszírozási oldal nincs összerakva, és itt igazából én itt érzem
azt a pontot, amikor a szakértők át akarják hárítani a felelősséget a legkeményebb kérdésbe a testületre, mert hogy hol legyen, abban nyilván legkönnyebb megegyezni, még nagy viták árán is. De azt elmondani, hogy 15 millió forinttal rátenni egy mozdont a sínre, és amit onnan már le nem lehet rángatni, hiszen ugye 150 millió forintba áll meg, vagy 650, vagy netán másfél milliárd forintba, azt nincs leírva, nincs aki vállalja azt, hogy ennek a állatkertnek a telepítése mondjuk a Kökényi térségben végül is végső formájában, amiben persze mindig hozzá kell érteni a lehetséges fejlesztéseket, pontosan mekkora költséggel jár. Ezt azért mondom, mert nem értek hozzá, tehát nem vagyok benne biztos. De gondolom, járva néhány Magyarországon kívüli állatkertbe, nem safari partnak hívják, hanem állatkertnek, olyannak, amiről a Galvács András beszélt, tehát rendkívül humánus körülmények között tartott állatok kertjében, iszonyatos nagyságrendű belépőket szednek, és amikor az ember beüt a kapun, akkor egészen fantasztikus élményben van része. Gyanítom, hogy üzleti alapon működnek. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy különböző olasz, francia és mit tudom én, német állatkerteket az a helyi tanácsok vagy önkormányzatok, attól függ, hogyan hívják őket, teljes egészében költségvetési pénzből tartanak fönt. Erre a bizottsági elnök úr tett egy utalást, hogy pécsi cégektől is vannak ígéretek. Hát az az ígéret, amikor lajstromba van véve, és még abból is ki lehet persze lépni, tudjuk, de hogyha ennek a finanszírozási része jobban elő lenne készítve, amely nem a Faragó László által vezetett bizottságnak lenne a dolga, akkor nyilván pontosabban látná a testület, hogy most egy nagy beruházást vállal be, amelynek a kimenetele az legalábbis nem pontosan megmondható, hogy mekkora költséggel fog járni, vagy pedig valamekkora kisebb összegi hozzájárulást kér a közgyűléstől az a szakértői csapat, aki ezt szeretné áthelyezni, annak reményében, mert hogy a költségek 80%-át különböző cégek megfinanszírozzák, vagy netalántán valaki ezt működteti is. Tehát amíg ez nincs világosá téve, attól addig egyszerűen egy kérdés van a testület előtt, vállal-e egy ilyen beruházást, és vélhetően sok minden mással nem fog majd tudni foglalkozni a következő években, vagy nem vállal, ez a kérdés. És én gondolom, az motoszkál mindenki fejébe, aki azt feszegeti, hogy kell erről dönteni most, és tudjuk, hogy 82 óta mindig ez a kérdés, hogy akkor valószínű azt mondjuk ki, hogyha ezt vállaljuk, mivel bizonytalan a finanszírozásnak minden pontja, ezért a testület abban megy bele, hogy nem tudja megmondani a következő közgyűlésnek és a város lakóinak, hogy mit kell majd. Lehet, hogy néhány fontos dolgot emiatt kell félretenni. Ezt nem látjuk pontosan. Én ezért tartok ettől a döntéstől a jelen pillanatban, és hogy megnyugtassam a Faragó képviselő urat, magának a munkának az a része, hogy a helyi kijelölés dolga, és a rendezési tervekkel való összefüggéseiben, még ha meg is történt ez a felvetés a szabolcsfalusiak részéről, akkor is azt gondolom, hogy a munkának ez a része tisztességesen el lett végezve. A finanszírozási részén óriási hiányosságokat látok. Köszönöm szépen. Köszönöm, alpolgármester úr. Tisztelt közgyűlés, én azt hiszem, hogy mégiscsak fontos erről a dologról dönteni. Két momentumot szeretnék kiemelni a közgyűlés részére. Az egyik az, ami nem tudom, hogy elhangzott, nem hangzott, tudomásom van róla, hogy 1990 előtt az egyik szakhatóság, hadd nem mondjam a nevét, kötelezést adott a városnak, hogy ezt a problémát meg kell oldani. Ez az egyik, és hát nyilvánvaló, hogy a város ezt a problémát tolta maga előtt. A másik. Szóval a finanszírozás az egy borzasztó nehéz kérdés, mert én sem szeretek előre költségvetést determinálni, mert vissza fog köszönni, már többször volt ilyen döntésünk, 90 után is és 94 után is. De a dolog jellegénél fogva azt hiszem, hogy egy ilyen jellegű projektnek előre a finanszírozási tervét nagy biztonsággal, vagy pontossággal és betarthatósággal rendkívül nehéz összerakni. Hadd ne mondjak példákat a már megvalósult és folyamatban levő beruházásainkról. Szóval a pályázati rendszer egy kicsit ugrás a sötétbe. Amikor elindul egy projekt, ugye beindul egy pályázat, nyerünk, nem nyerünk, az egyiken nyerünk, a másikon nem nyerünk, folyamatosan igazgatni kell a költségvetési részét, hogy más nem mondjak, ugye napirenden lesz ma a Kökényi dolog, el fog készülni, vagy jószerivel kész a Kökényi depó, de pénzügyileg bizony voltak problémák, meg megoldandó feladatok, de a lényeg az, hogy elkészülés.
gyakorlatilag a város költségvetésének egy fillérjébe se kerül. Én nem állítom, hogy a Safari Park ilyen lesz, de ismereteim szerint ilyen jellegű projektekre tényleg nagy arányban lehet pénzt nyerni. És még egy érvet hadd mondjak, ugye itt elhangzott többször a tetjeforrásnak a neve. Én, ha jól emlékszem, körülbelül 1,5 millió köbméter víz folyik le onnan átlagosan egy évben. Most ha a tetjeforrás önköltségét és a Dunavíz átvett Dunavíz költségét összehasonlítom, és a különbséget 1,5 millióval beszorzom, akkor én hadd nem mondjak számot, de nagyságrendileg az az összeg áll elő, ami mondjuk a Safari Park beindítását, az első ütemét jelenti. Ez a helyzet, hogy arról a vízről le kell mondani, ez előállhat. Nem tudom, hogy elő fog-e állni, de előállhat. Tehát ilyen oldalról, ha tetszik, pénzügyi oldalról is szorít a dolog, hisz ha nagyon a város egészét nézzük, akkor majdnem mindegy, hogy 120 milliót a Safari Parkra költünk, vagy 120 millióval többet fizet a város a DRV-nek azért, hogy a kiesett tetjeforrás vizet pótolja. Tehát nagyon összetett a dolog, Körömi Attilának igaza van, csak a képlet pillanatilag nem megoldhatója exakt módon, ahogy ő szeretné. Én azt hiszem, hogy az előkészületek, a külső kényszerek hatására, és igazából, ha jól nézem a táblázatot, 2001-től jelentkezne ez a költségvetés felé komolyabb igényel. Hát itt kell persze egy rakás optimizmus is, hogy a város gazdasága, a iparüzési adó, stb. A város bevételei javulnak, és egy évben ez lesz az egyik kiemelt, vagy az egyik legnagyobb beruházás, nyilván mások kárára. Na most ma sorba állítani, hogy 2000 vagy 2001-ben a magasház téma lesz-e, ami ugye nem a város tulajdona, ez ma nem nagyon lehet. Szóval én azt mondom, hogy alapvetően a kötelezés, amit említettem, a szakhatósági, a tetjeforrás érdeke, és az, hogy egy jól előkészített döntési helyzetben ez a testület mégiscsak bocsássa útjára ezt a előterjesztést, mert fél év múlva, 3-4 év múlva, nem tudom mikor újra előkerül, hasonló indokok és érvek fognak elhangzani, és azok az indokok is elhangozhatnak, amit a képviselő úr mondott, hogy hát ezt 3-4 évre pénzügyileg összerakni nem tudjuk, mert nem is lehet. Tehát beindítani lehet, és ennek van még egy megállpontja, igaz, hogy 30-valány millió után, de akkor még a beruházás még mindig nem indult el. Tehát pro és kontra érvek vannak, én a pro érveket szeretném figyelmükbe ajánlani, és javaslom, hogy fogadják ezt a előterjesztést. Köszönöm, majd Kékes képviselő urak, tessék. Köszönöm szépen. Az alpolgármester egy fontos pontra világított rá, erről nem beszéltem, ez hiba volt. A tavaly júniusi, vagy nem tudom mikor volt ez a legutóbbi vita, júniusi vitában én elmondtam, az álláspontom az állatkert ügyében, tehát én nem pro és kontra érveltem, viszont nem beszéltem a jelenlegi vízbázis védelemről. Itt éppen ellenkező igaz, amit az alpolgármester úr vélt föltételezni a szavaimból, mégpedig azt, hogy szerintem elsősorban a tetjei vízbázis kell védeni, és utána kell esetleg gondolkodni az állatkert áttelepítéséről. Nem tudom, hogy lehet ezt megoldani. Molnár Tamásnak, aki szintén nyilván olyan képviselői minőségbe ül itt, mint mi mindannyian. Volt egy javaslata, ami egy előrángatott javaslatnak tűnt, de korán sem tűnt olyannak, amit el kellene vetni, ugyanis, hogyha beindul egy ilyen állatkert áttelepítés, egybe biztos megegyezhetünk, tehát egybe mindannyian egyetértünk, nem lehet megmondani, hogy ez 2002-ben véget ér, vagy 2001-ben véget ér. Tehát még 4, 5, 8, 10 évig fog szennyeződni a tetjei vízbázis. Tehát én megfordítom a dolgot, fontosabb a tetjei vízbázis azonnal védeni, mint az állatkertet, mint az állatkert áttelepítését a tetjei vízbázis védelme előtt megindítani, és akkor már is megtaláltuk azt a plusz pénzt, ami lehet, hogy majd át lehet vinni az állatkertet. Tehát én nem pro és nem kontra érveltem, csak azt tettem hozzá, hogy a pénzügyi része amellett, amit az alpolgármester úr mondott, szerintem mégiscsak kérdéses, és nem tudom kiragadni az érvelésemet abból, tehát nyilván most ezzel a napirenddel foglalkozunk, de ne tegyünk úgy, mintha nem tudnánk, hogy a közgyűlés előtt fekszik, vagy feküdni fog egy nem tudom hány milliárdos újabb szennyvíz építési akciónak a kötelezettségvállalása a következő évekre, valószínűleg 24-én jön be. Tehát nem tett úgy a testület, mint hogyha azt mondaná, hogy nincs is más előttünk az elkötelezettségek
de való tekintettel, csak ez. Tudjuk, hogy van óriási lobby, és érthető érdekek szólnak amellett, hogy a szennyvíz csatornák építését tovább folytassa a város. Tehát mindezt, ha valaki figyelembe veszi, tehát tudja azt, hogy mi jön majd be 24-én, vagy milyen előterjesztések vannak levetetve már két közülés óta, de mindezeket még mindig elénk akarják tolni bizottságok és képviselők indokolt okokból, akkor már van értelme feltenni a kérdést, hogy ekkora összegű elkötelezettséget vállalhat-e majd ez a testület, vagy pedig hogyha ezt bevállalja, akkor hogyan fog neki menni annak a vitának, amikor a csatornák építésének a folytatásáról lesz szó 24-én, vagy pedig akkor eleve le fogják venni szintén napirendről, és egy óriási feszültség keletkezik. Magyarul ezt az előterjesztést nem lehet csak önmagában vizsgálni ma, tehát 1998-ban Pécsett. Nem kontra érveltem, ha a dolog megállítható csak a tervezésnél, én meg fogom szavazni 15 millió forintot, csak azt szeretném, hogy előbb a tetjei vízbázis védelme lenne megoldva, és utána kerülne az állatkert áttelepítésének kérdéseink, mert az a sürgősebb és fontosabb ügy, úgy érzem. Kékes Ferenc képviselő. Szépen én egy hozzászólásom egy picit ügyrendi, egy picit érdemi, de szándékaim szerint legnagyobb érdeme talán az lesz, hogy rövid. Úgy érzékelem, hogy ebben az ügyben valamennyi mértékadó álláspont, érv, csomag elhangzott már, tehát, hogy is mondjam, én döntési helyzetben érzem magam. Ez az ügyrendi része. A további ügyrendi része, hogy kérem, hogy vegyük kezükbe az előterjesztést, vegyük kezükbe a napirendi pontnak a címét. Itt nem egy több száz millió forintos költségvetési elkötelezettség mostani fölvállalásáról van szó, hanem egy 15 millió forintos költségvetési elkötelezettség vállalásáról és egy területnek, önkormányzati tulajdonban lévő területnek a kijelöléséről erre a célra. Hogy ez a beruházási program mikor fog indulni, milyen valószínűleg úgynevezett kötegelt forrásokból fog táplálkozni, hazai és nemzetközi forrásokból fog táplálkozni, az valószínűleg a jövőnek a kérdése, annak a jövőnek a kérdése, amely ebből a 15 millió forintos előkészítési költségből összeáll, mint projekt, mint finanszírozási lehetőség. Megítélésem szerint erről vitatkozni ma nem sok értelme van. A szakmai előkészítésnek az érdeme viszont ebben a kérdésben mindenképpen az is fontos, amit elvégeztek, hogy világosan lássuk, hogy egy ilyen nagyságrendű, ilyen horderejű problémáról dönt vagy ez a közgyűlés, vagy a másik, én nagyon bízom benne, hogy a mostani. A legfontosabb a helyszín kijelölése és a program körvonalainak a meghatározása. Ennek eleget tettek a szakemberek, én tisztelettel köszönöm a munkájukat, a bizottságnak a munkát és a szakértőknek a munkáját. Én úgy érzem, hogy jó szívvel dönteni tudok ebben a kérdésben, és kérem, hogy fogadják el az előterjesztést. Köszönöm. Köszönöm szépen, Galbács képviselő úr. Záró mondataimban én is utaltam rá, de Körömi Attila is érzékeltette az általa elmondottakban a félelmet. Azt a félelmet, hogy valóban most szavazhatunk, és valóban nagyon látványos és nagyon szép feltenni a kazett, a város meg akarja oldani a problémáját, ki akarja telepíteni a tetjei vízbázist szennyező állatkertet, oda, ahol ez talán még a jövő század közepéig, vagy még utána sem fog problémát jelenteni, és erre áldozni akar 15 milliót. Megtette a kötelességét, mindent jót tett, a lelkiismerete tiszta. De tiszta a lelkiismerete, mert ezzel a lelkiismerettel, azzal, hogy megnyugtatjuk a lelkiismeretünket 15 millióval, alapvetően megint nem beszélünk tovább az alapvető kérdésről, a tetjei vízbázis szennyezéséről. Amire lehet, hogy már most nem 15 milliót, lehet, hogy 5-öt, lehet, hogy 20-at, kemény pénzeket kellene költeni, hogy valóban egy vésztervet elkészítsen valaki arra az esetre, ha egyszerűen olyan kóliszám jelentkezik folyamatosan a tetjei vízbe, hogy tarthatatlan tovább annak a felhasználása, hogy ekkor mit tesz a város, és ez már összefügg nagyon sok mindennel a város reális anyagi helyzetével, bizony abban az esetben még azt is meg kell vizsgálni, hogy bírja-e a város, van-e olyan anyagi helyzetben, hogy fenntarthat egy állatkertet. Végtelen szomorú ez, de ezekről is terveket kellene készíteni, nem lehet kiragadni, ha megbízunk tervezőket, megbízunk, hogy mondjam már,
területtervezőket, kertészmérnököket, ragyogó terveket fognak elkészíteni, de feltételezik hozzá, hogy a város ehhez megfelelő anyagi bázissal rendelkezik. Hát, hogy mennyire rendelkezik, azt tudjuk. Viszont az a vészhelyzet, hogy a tetjai bázis, vízbázis rövidesen el fog szennyeződni, ez bármikor bekövetkezhet. Ha most megszavazzuk, akkor nagyon félek attól, Körömi Attilával együtt, hogy ezzel talán egy-két évre pont a veszélyhelyzetig megnyugtattuk a lelkiismeretünket, és pont a tetjei vízbázis érdekében igazán semmit nem fogunk tenni. Itt a probléma. Megkérném az előterjesztőtől akkor a reagálásait a felvetésekre, szíveskedjük megtenni. Köszönöm szépen. Nagyon sok érv és ellenérv elhangzott, így nagyon nehéz tényleg röviden válaszolni, de nagyon röviden azért megpróbálom összefoglalni a legfontosabb kérdéseket. Golob úr felvetette azt, hogy itt hogy lesznek itt az állatok, hogy lesznek elhelyezve. Azt hiszem, hogy éppen az a részletes szakmai program fogja megmondani, hogy melyik állatok továbbra is kertészben, de a jobb területen tekintetők meg melyek azok a Magyarországon is honos fajok, amelyek egy életközösségben bemutathatók, és egyébként ez le van írva, ez a szakmai program, vagy ez egy komplex szakmai program lesz, ami az oktatással, természetvédelemmel, állatkerti funkciókkal, idegenforgalmi attrakciókkal együtt kíván valamit nyújtani, de ezt a részletes szakmai program fogja pontosan megmondani, hogy milyen típusú állatok, hogyan és milyen körülmények között lesznek bemutatva. A másik, hogy a kérdése volt, hogy a 120 millió forinttal működik-e, már működik. Tehát épp azért emelték ki ezt a területet a szakértők, mert úgy találták, hogy ezen a területen ütemezhetően kitelepíthető az állatkert, és ütemezhetően megvalósítható. Ez a program, épp ezt emelték ki az egyik érvként. Galbács úrnak az elnevezéssel kapcsolatban nem kívánok reagálni, ha van jobb javaslat a névre, akkor tegye meg, és akkor legalább hatékonyabban tudunk előre haladni. Feltette a kérdést itt a tetjei vízbázissal kapcsolatban, hát ha azt kérdezi, hogy milyen a helyzet, akkor azt lehet rámondani, hogy tragikus, és hogy az önkormányzat továbbra se tesz semmit, például az állatkertre, de akkor ez a helyzet természetesen tovább romlik, annál is inkább ugye köztudott, hogy itt a vízkivétel megnőtt, és ezért még inkább, még könnyebben terjednek a különböző szennyező anyagok, ezért is szükséges, hogy az önkormányzat minél előbb döntést hozzon. Mi lenne a legolcsóbb megoldás, ugyancsak Galbács úr felvetett, tehát a legolcsóbb megoldás valóban az, amire a végén utalt, hogy bezárni az állatkertet, elajándékozni az állatokat, és várni, hogy a természet visszavegye a területet, a parkerdő, és nem csinálni semmit. De ez annak idején felmerült, ez mind bizottság előtt felvetették ezt a dolgot, és a kulturális bizottságnak is föltette, a mi bizottságunk is ezt a kérdést, hogy milyen szinten foglalkozik. Minden szinten eddig az önkormányzat testülete is, illetve a bizottságok is elvetették, hogy teljes mértékben megszüntetni nem kívánják, ezért nem foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Magam is úgy gondolom, hogy és kiemelem, hogy 16 éve foglalkozik a tanács és az önkormányzat ezzel a kérdéssel, hol intenzívebben, hol egy rövid időre elhal ez a kérdés, mert ugye azzal zárt az első hozzászólás által Galbács úr, hogy még újabb előtanulmányokat kellene készíteni. Könyörgöm, hogy miért, amikor állandóan ez folyik 16 éve, hogy döntést mindig elodázzuk, újabb előtanulmányok készülnek, mindig ugyanaz az eredménye, de a végső döntés előtt levezik. Ennek semmi értelme nincs, ha nem kíván vele foglalkozni az önkormányzat, ne foglalkozzon, de újabb előtanulmányokat én magam részéről nem tartom szükségesnek. Sashalmi úr mondta, hogy felelős érdemi döntés nem hozható, hiszen az állatkert jelenlegi helyén való fejlesztése számára nem ismert. Annak idején, mikor az önkormányzat meghozta 97-ben ezt a döntést, az előterjesztés tartalmazta, hogy milyen alternatívái vannak, és tartalmazta, hogy a 97 éves folyó árakon azok a szükséges döntések, amire most jelenleg is törvények vannak, és a hatóság kötelezte az önkormányzatot, például az ANTS, hogy miket kellene elvégezni, az akkori árakon 150-200 millió forintra volt tehető, és akkor éppen azért hozta a közülés azt a döntést, hogy nincs értelme az adott területen ezt a nagy beruházást elvégezni, hanem utasította az irodát és a bizottságunkat, hogy a helykijelölésről készítsen elő egy döntést. A Simonovics úr megint a Lantos völgyet emelte, én most azért nem mennék bele újra részletesebben, hiszen ezt át tudom adni a szakértői véleményt is, és ezt a bevezetőbe elmondtam, hogy milyen érvek szóltak ez ellen. Romvári úr hozzászólása az előterjesztést erősítette, ez nem kívánok semmit hozzátenni. Körömi Attila azt mondta, hogy
hogy a szakértők természetesen, hogy akarják ugye itt az általányzatot kitelepíteni, és olyan színbe tüntette fel, mint hogyha egy ilyen szakértői lobby nyomná ezt a dolgot. Én megfordítanám, természetesen a szakértők akarják, de jelen pillanatban mi nem azért foglalkoztunk, hanem a szakértők akarták, hanem van egy érvényes közgyűlési döntés, amit itt többséggel a közgyűlés megszavazott, hogy ki akarja telepíteni az állatkertet az önkormányzat, és erre készítsünk egy előkészítő tanulmányt, hogy hova lehet ezt a dolgot kivinni, sőt, még részletesebb tanulmányt kellett volna készíteni, de mindenki által ismert a bizottságunk minden éves költségvetési vitája. Nem tudtunk nagyobb, jelentősebb megbízást adni egy részletesebb kimunkálásra, hiszen nem álltak rendelkezésre azok a forrásai a bizottságnak, hogy ilyen szerződést alá tudtunk volna írni. Mi megpróbáltuk a közgyűlési határozatot végrehajtani, és annak eredményeként hoztam be ide ezt a dolgot. Én nem is presztízs kérdésnek fognám föl ezt, hogy mármint a bizottság szakmai presztízs kérdésének, hogy ez itt eldőljön, nem egyszerűen úgy érzem, hogy tényleg ez a 16 éves állandó tanakodás után végre már meg kellene hozni a döntést, és egyszerűen butaság lenne megint újra kezdeni mindent, amikor tudjuk, hogy nagyon hasonló eredményekre vezetne, és ezért gondoltam, hogy le lehetne zárni, amennyiben, tehát döntéssel, minden munkát egy döntéssel le kell zárni, vagy pró, vagy kontra, ezért szükségesnek éreztem ezt. A finanszírozás kapcsán is, ugye itt arról van szó, hogy itt, amit a Kékes úr a végén mondott, hogy tulajdonképpen kötelezettséget két dologra. Tehát azt mondja az önkormányzat, ha kitelepül, akkor hova települjön, ez egy fontos döntés, és kötelezettséget most a 15 millió forintra kell vállalni, hogy megindulhasson ez a részletes program kidolgozása, amit többen hiányoltak, és én úgy fogom föltolulóképpen ezt a 15 milliót, mint egy kulcs ahhoz, hogy esetleg 3-400 millió forintot külső forrásból megint a saját városunk és térségünk fejlesztésére hozzon az önkormányzat, hiszen tudni kell azt, hogy akkor lehet pályázni, hogyha ilyen részletezettségben ki van valami dolgozva, akkor tudjuk benyújtani a pályázatot, mert például a mostani FAR által támogatott pályázati lehetőség is akkor fizet, amikor részletesen le van írva, hogy milyen feladatot végzünk el, megvan róla a számla, mondjuk, hogy a kerítést akarjuk lefesteni, megvan róla a festékszámla, akkor lehet benyújtani és kapjuk a pénzt. Tehát ez ilyen mélységig ki kell dolgozni ezt a programot, ez lenne az a következő lépés, amit meg kellene tenni. Amit Körömi úr még itt kért, arra Babbila részben választ adott, tehát hogy a következő lépés lesz az, ami kidolgozza ilyen mélységig ezt a dolgot. Mindig félünk arra, hogy hosszú távon elkötelezettséget vállaljunk, és pláne ilyen ciklus végén vagy ősszel, mindig, hogy a következő évre egyáltalán költségvetési elkötelezettséget akármilyen nagyságrendre vállaljunk. Ugye mindenki Európai Unióba akar menni, Magyarországon, mind a városok, mind a régiók, mind az ország egésze, azért felhívnám rá a figyelmet, hogy például a következő programozási ciklusban az Európai Unióban 7 évre kell programot készíteni, és aki azt akarja, hogy a saját programjaiban az Európai Unió társfinanszírozóként részt vegyen, tehát például lesz olyan nagy program a városnak, amire azt mondjuk, hogy regionális szintű program is, és például ez egy ilyen lehet, a Safari Park, ott 7 éves költségvetési elkötelezettséget is kell minden esetben vállalni, akkor láthatjuk, hogy ez mennyiben más gondokat vet fel. Mint Körömi Attila a második hozzászólásában említett az, hogy a tetjei vízbázist kell először védeni, és utána kell az állatkertel foglalkozni, ezt ilyen kontextusban nem tudom értelmezni, hiszen pont erről van szó, hogy a tetjei vízbázis nem csak azért, mert az ANTS kötelezett bennünket, hogy le kell szigetelni, ne szivárogjanak a vizek, hanem éppen az, hogy a tetjei vízbázis védelmében kell ezt megtenni. Ez az egyik legnagyobb szennyezőforrás, és ez az egyik kardinális kérdés, amit ennek érdekében meg kell oldani. Kékes Ferenc mondásából is csak azt, vagy amit elmondott, abból azt erősíteném csak meg, hogy véleményem szerint szükséges ezeket a döntéseket meghozni. Azzal, hogyha a város elodázza megint ezeket a döntéseket, akkor azért gondolom én, hogy a testület saját maga és a város érdekei ellen hat, hiszen megfosztja magát attól, hogy esetleg ez alapján később plusz forrásokat hozzon a városba, és esetleg egy olyan komplex programot valósítson meg az adott területén, amit elhangzott ugye Rombári úr szájából is, hogy ez olyan regionális szintű attrakció lehet, ami például az idegenforgalomra is, és nem csak azért, mert megoldja a tetje vízbázis védelmét, nem csak azért, mert kötelezett bennünket az ANTS, nem csak azért, mert egyéb gondjaink vannak, és segíti a térségnek a fejlesztését is, hanem plusz attraktív erő lehet, tehát ez kimondottan egy regionális funkció lehet a továbbiakban, és ezért is kérném a testületet, hogy legalább ezt a két döntést hozza meg,
hogy alkalmasnak tartja ezt a területet, tehát ebben kell gondolkodni, és biztosítsa azt a forrást, amikor ezeket a részletes munkákat ki lehet dolgozni, amelyeket a akár Körömi úr, akár Balbácsúr, vagy Sashami, akár többiek felvetettek, tehát hogy részleteiben választ tudjunk erre a dologra adni. Tehát ezek a költségvetési elkötelezettségek, amire Körömi úr is utalt, arra tulajdonképpen a megvalósíthatósági tanulmányt fog választ adni, mert akkor tudjuk forintra, hogy mi mennyibe kerül, mik azok a beruházások, amik külön egymástól függetlenül is megvalósíthatók, mik azok, amiket alkalmasak majd arra, hogy benyújtsuk a különböző pályázatokra, mi az, amire már az előzetes tárgyalások alapján társfinanszírozókat be lehet vonni. Épp ezt szeretnénk elkészíteni, hogy ezek az aggályok megoldódjanak és el lehessen hárítani őket. Köszönöm. Körömi képviselő úr, tessék. Tisztelt közgyűlés, szerintem fontos kérdésről van szó, tehát én nem tartok attól, hogy ha a vita még ezen a téren tovább folytatódik, akkor bármi hibát követnénk el. És nem amiatt szólok hozzá, hogy nálam maradjon az utolsó szó. Én gondolom, hogy ha olyan lesz, akkor Faragó bizottsági elnök úr újabb választ fog tudni adni. Ugyanis a most által elmondottak, az előterjesztés egy bizonyos részét megerősítették, néhány gondomat eloszlatták, viszont fontos, tehát a bizottsági elnök úr által most elmondottak alapján nekem van egy összefoglaló meglátásom, és ezt szeretném elmondani. Ez pedig ugye arról szól, hogy az Európai Uniós 7 éves tervezés, ezt mind értem, de ez nem azt jelenti, hogy aki nem tervez be nyakra félre mindent, az nem mehet be Európába. Ez azt jelenti, hogy minden város vegye számba pénzügyi lehetőségeit, amelyhez az is hozzátartozik, még egyszer mondom, ne tegyünk úgy, mintha csak erről a napirendről lenne szó. A Molnár Tamás bizottsági elnök úr nem amiatt vetette le az átülés második napirendi pontját, mert nem akarja tárgyalni, hanem nyilván amiatt, mert nincs itt, tehát nem tudja képviselni az előterjesztést, nyilván föltett szándék, hogy tárgyaljuk. Ez pedig nem másról szól, mint 700 milliós ingatlan értékesítésről a pécsi költségvetési helyzetének rendezésére. Tehát bocsánatot kérek, a város jelenlegi hitelállománya, elszenvedett vagyonvesztése és még előttünk álló 700 milliós ingatlan állományának a piacra dobása a költségvetés rendbetétele érdekében. Ebben a környezetben kell vizsgálni, hogy mire válunk kötelezettséget, mire nem. Ez egy fontos ügy. Tehát én azt mondom, hogy ha mivel a határozati javaslat valóban csak arról szól, hogy 15 millióra vállaljon a város kötelezettséget, ez számomra megszavazható, mert ez a pénz mindenképpen megéri azt, hogy legyen világos, hogy a következőkben mennyibe kerül az állatkert kitelepítése. Viszont akkor én a határozati javaslatban szereplő táblázatnak a római 3-as és római 4-es pontját azt egész egyszerűen nem tartom a határozati javaslat részének. Nem fogok itt presztízs vitába belemenni, hogy most kérek erről szavazást, felem itt is maradhat. Jegyzőkönyvben rögzítem, hogy a határozati javaslat táblázatos részének római 3-as, római 4-es pontja előttem nem létezik. Tehát előttem megállott a költség, hogy 15 millió plusz 2 millió, az összes többivel nem vagyok hajlandó ebben a pillanatban. Én olyan szinten sem foglalkozni, hogy kimondjam az itt leírt összegeknek tehát az itt leírt összegeket. Mert engem ez nem érdekel, ez majd érdekelje a következő döntéshozókat, amikor meg kell hozni a felelős döntésüket. Ez a nagyon fontos része a dolognak. A másik pedig egy mentális rész. Én egész egyszerűen csak attól tartok és attól aggódok, és ezt ajánlom a bizottsági elnök úr figyelmébe, hogy a testületek, amikor fontos beruházásokról döntenek, akkor nem azért nyújtják el a vitát, mert alkalmatlanok döntés meghozatalára. És nem csak Magyarországon, így a világon mindenhol, hanem azért, mert rizikót kell vállalni. Tehát tartok attól, hogyha már meglesznek a tervek, akkor a vita olyan hosszan húzódhat el, hogy olyan hosszan lehet még az állatkert az eredeti helyén, hogy nagyon hosszan szennyeződhet még a tetjei vízbázis. Na ehhez már nem értek. Tehát ezt már oldják meg a szakemberek, hogy hogyan lehet egyszerre védeni a tetjei vízbázist, mindazon ideig is, ameddig az állatkert nem telepíthető át. Ez volt a mondandóm lényege, nem pedig az, hogy először védjük a vízbázist, lehet, hogy rosszul fogalmazni, és utána telepítsük át. Ezt oldják meg a szakemberek, hogy egyszerre védjék a tetjei vízbázist egészen addig, amíg nem telepíthető át az állatkert. Tehát még egyszer mondom, én így tudom támogatni a határozati javaslatot a római 3 és római 4 nélkül. Egy mondatos megjegyzés még. Én nem azt mondtam, hogy a szakértők nyomják indok nélkül, pusztán erre a szakértői dologra elmondottakat csak azért tettem szóvá, hogy reagáljak Lombardi képviselőnek arra mondatára, hogy ne toljuk át a felelősséget a szakértőkre. Nekünk kell vállalni. Ők letettek elénk egy anyagot különböző okok miatt, nekünk pedig vállalni kell érte a felelősséget. Tehát ne toljuk át
az előkészítésre a felelősséget, mi hozzuk meg a döntést. Köszönöm szépen. Köszönöm, Sas Halmi képviselő. Tisztelt közgyűlés, úgy érzem, hogy a bizottsági elnök úr a válaszában nem az én felvetésemre adta meg a választ. Én végül is arra szerettem volna valamilyen módon választ kapni, hogy abban az esetben, hogyha az előterjesztésben leírtak megvalósulnak, akkor a jelenlegi helyen mi történik? Mi a sorsa annak a területnek? Hogy ez valóban egyidejűleg kerüljön előterjesztésre, hisz ez a két téma egymástól nem elkülöníthető, ez ugyanúgy nagyon komoly összegekbe kerülhet az önkormányzatnak, és ugyanúgy nagyon komoly felelős döntést igényel, mint az, hogy bárhova máshova átköltöztetésre kerül az állatkert. Köszönöm. Köszönöm. Attila és utána Kerényi képviselő úr. Tisztelt közgyűlés, mint a Hályok Kovácsok egyike, figyeltem a felszólalókat, és hol ez a felszólaló győzött meg, hol a másik, mint egy komphányultam két part között. De aztán a végén valahogy úgy érzem, hogy azért nem olyan messze vannak egymástól az álláspontok, és azért én néhány kérdést szeretnék föltenni, azt hiszem, hogy ezek megválaszolhatók. Az egyik az, hogy valóban veszélyben van-e a Tettyei vízbázis. Ha ez így van, akkor valamit tenni kell. Jó lenne az egészségügyi bizottság is erről nyilatkozna, meg mindenki, aki ehhez a dologhoz élt. Bizonyára földrajztudósok tudják, hogy a kőzetek áteresztő képessége milyen, mennyi, körülbelül mennyi idő alatt, mi, hova folyik, és így tovább. A második kérdés, hogy az állatkertnek döntő szerepe van-e a vízbázis szennyezésében. Ha igen, akkor két megoldás lehetséges. Vagy úgy, hogy nagy költséggel valamilyen módon elválasztjuk az állatkertet a vízbázistól, vagy pedig eltelepítjük onnan az állatkertet. Ha ez az utóbbi, az olcsóbb és a végleges megoldás, akkor valamilyen lépést kell tenni abban az irányban, hogy ez a két dolog egyidejűleg megoldódjék. Természetesen lehetne egy olyan tervet is elénk nyújtani, hogy hogyan lehetne ezt időben elhúzva, de úgy, hogy a vízkészlet még mindig ne romoljon meg, tehát hogy lehetne ezt évekre úgy elhúzni, hogy a költségek folyamatosan átkerüljenek más-más évekbe is, tehát magyarán ne egyszerre, hanem hosszú évek során alakuljon ki ez a bizonyos szafaripar. Vagyis, ugye magyarán talán először az oroszlánokat kellene kitelepíteni, és a cserebogarakat majd valamivel később. Vagy pedig, hát a másik ugye, a kérdés föltenni, hogy az oroszlánokat lelövik ugye egy ismert filmcím alapján. Én azt hiszem, hogy én tudom, hogy a lovakról van szó, de hát nem vagyunk talán annyira, Tehát én úgy gondolom, hogy egyszer jó lenne az egészségügyi bizottságból is valaki megszólalna, és a Faragó képviselő, illetve bizottság elnök úr nyilatkozna arról, hogy más megoldás az állatkert elszigetelésére hosszabb távon nem hozza magával azt, hogy mégiscsak ki kell telepíteni az állatokat, és akkor két költséget végzünk, egyszer elszigetelünk, egyszer pedig kitelepítünk. Tehát én azt javasolnám, hogy egy időben elhúzott, de praktikus terv alapján valószínűleg meg kellene szavazni. Legalább ennek az első lépcsőjét, ami még nagyon az eleje, tehát a következő közgyűlésekre kellene hagyni azt, hogy a folytatást megtegyék. Köszönöm szépen. Szeretném a Faragónak a végén megadni a szokás, számos jelentkező van még, akik szólni kívánnak. Kerényi János, mindenek előtt első parancsolni. Köszönöm a szót. Tisztelt képviselőtársaim, a 311/1997 6.26-án született határozat a következőről szól. A közgyűlés egyetért a Kulturális és a Város és Környezetfejlesztési Bizottság előterjesztésével, mely szerint az állatkert zsúfoltságának enyhítése területbővítéssel az alapvető gondot, a vízbázis veszélyeztetését nem oldja meg. A parkerdő ilyen célú igénybevétele nem kívánatos. Ennek a folytatása az az előterjesztés, ami előttünk van, hogy új helyet kell keresni. Említés történt itt a vízvédelemről, amiről egy
A vége felé nagy örömömre többen említést tettek, mert ez az első probléma, amit meg kell oldani. Egy vízvédelem és egy park, új park létesítése egymás mellett nyugodtan működhet, sőt, egymás nélkül nem működhet. Egyszerre kell ezt a dolgot megtenni. Az állatkert befogadó képességének a csökkentésével talán idézőjelben a nagyobb vízhozamú állatok ajándékozásával. És én nekem lenne egy javaslatom, pontosabban egy kérésem, hogy a következő közgyűlésre, ha lehet, ha nem, akkor az azt követőre kapjon a közgyűlés egy tájékoztatást a valóságos vízvédelmi problémák meglétéről, a tervekről, hogy ezt milyen ütemben és hogyan kívánjuk megoldani, hisz a teve által kibocsájtott folyadék hamaros megjelenése az ivóvíz csatornába, gondolom, vagy ivóvíz vezetékbe senkinek sem az egészségét javítja. Csatlakozom körömi képviselőtársam azon felvetéséhez, hogy a határozati javaslat táblázatának második, harmadik, negyedik szakasza itt ne legyen értelmezhető, illetve egy határozatnak a része, kezelhető úgy, hogy tájékoztatás. Hát elindulhat ezzel a 15 millió forinttal egy tervezési szakasz, és ezzel paralel induljon el egy tájékoztatóanyag elkészítése, ami a vízvédelemről szól, és ennek a területnek a rehabilitációjáról. Köszönöm szépen. Talán 3 évvel ezelőtt volt a Kulturális Bizottság előtt az állatkert helyszínen való bővítésének a terve. Az azért nem valósult meg, mert akkor erősödtek meg azok a vízügyes vélemények, hogy az elmúlt évtizedek során ezek a bizonyos negatív hatások, ezek bizony begyűrűznek, befolynak az ivóvíz csapokba is. Na most, hát fölvetődött ugye az az ötlet is, hogy mondjuk a bivaj és a teve karámokhoz vízöblítéses toaletteket kellene felállítani. Ezt azonban a bizottság nem fogadta el, mert ez nonsens, ez csak vicces formában merült föl. Különben mindenképpen, ezt nem lehet megakadályozni. Hát, aki látott már állatkertet, vagy látott már élőt, mondjuk lovat vagy tehenet, az nagyon jól tudja, meg tudja határozni a mennyiséget is, és nagyon jól lehet tudni, hogy a hegyoldalban ott hogy folyik le a víz. Nem kell geológusnak lenni, meg vízügyi szakembernek, ezt ugye el tudjuk képzelni. Tehát szakemberek kimondták és kimutatták, hogy onnan el kell kerüljön ez az objektum. Na most 16 év óta görgetjük ezt a problémát. 16 év óta élnek és funkcionálnak ezek a tevék, bivajok, lovak, stb. Ott a helyszínen. Tehát mi tulajdonképpen elodázzuk azt a problémát, amit csak azzal lehet megoldani, semmiféle vízzáró réteget nem lehet ráhelyezni. Aki volt az állatkertben, nagyon jól tudja, hogy a természeti körülmények között vannak az állatok. Nem lehet olyan módon kikotorni a váladékot és mindenféle egyéb ürüléket. Egész egyszerűen ez nonsens. Hát ez akkor nem állatkert az egész dolog, hogyha egy ilyen steril valami lesz. A módosításra vonatkozóan nem szabad elfelejteni, hogy a második római kettesnek az elhagyása az a következő negatívummal járna. Tudni, az a 2 millió forint mit akar? Pályázatok készítése, források felkutatása a finanszírozáshoz. Ez a leglényegesebb, ez hozza a pénzt. Az első AB pont az elviszi azt a bizonyos pénzt. Ennyit egy 14,5 milliárdos költségvetéssel rendelkező városnak azért meg kell előlegezni azért, hogy a vízbázis rendbe jöjjön, és egy kicsit előre szaladva, előre menekülve lépjen ki ebből a negatív helyzetből. A második pontot egyáltalán nem tartom elhagyhatónak. Nem szólok bele, hogy a harmadik, negyedik, majd a bizottsági elnökre véleményt fog nyilvánítani. Köszönöm, és akkor most Faragó képviselő úr. Éppen elnézést kérek Sashalmi úrtól, tényleg félreértettem a hozzászólását, és tényleg nem erre válaszoltam.
Ez a tanulmány valóban nem foglalkozott azzal, hogy mi lesz a jelenlegi helyszíne, mert csak feltételezi, hogy amennyiben meg lesz szüntetve itt az átkelés teljes egészében kitelepül, akkor ami átvihető és áttelepíthető, tehát mobil, az átmegy, és nyilván valahogy itt az itteni állapotokat is helyre kell állítani, tehát vagy arra kell majd költeni, hogy itt a természetközeliséget helyreállítsuk, vagy valami hasonló funkciót nyilván kell neki találni. Köszönjük, hogy felhívta erre a figyelmet, akkor ebben a részletes programban és finanszírozásban, ami a kitelepítése foglalkozik, kérjük az irodát, hogy azt is tegye bele, hogy rögtön akkor a helyszínnel is foglalkozzon, hogy itt hogy szűnik meg. Ilyen szempontból nagyon jó a felvetés. Amit Tillai úr elmondott, az tulajdonképpen ez volt eddig a menet. Ezekre a kérdésekre adtunk választ, hogy belekerül-e a tettyei vízbázisba? Igen, belekerül. Valóban az egyik legnagyobb szennyező? Igen. Valóban erre már közgyűlés előtt sok fórumon elhangzott. Valóban ezt a két alternatívát vizsgáltuk meg, és a 97-es előterjesztés erről szólt, hogy helyben fejleszteni, bővíteni, kibetonozni, előtisztítót építeni, stb., ami ugye akkori költségvetésen említettem volt, ez a durván 150-200 millió forint közötti dolog. Ezt a közgyűlés elvetette, és azt mondta, hogy települjön ki. Ide tartozik ez, hogy ütemezhető méghozzá, pont ezekből az ütemekből áll ez a dolog, hogy akkor itt le van írva szakmailag, hogy miket kell ahhoz tenni, hogy ne a jelenlegi helyén legyen az állatkert, hanem kitelepüljön, és mennyibe kerül, és milyen időintervallumban képzelhető el. Annyiban egyébként még inkább ütemezhető, hogyha netán a költségvetésben már jövőre is lenne erre pénz, hogyha most kijelöltük a helyet, akkor már például a nagypatások előkészítettük is a legveszélyesebb állatfaja, ugye a tettyei vízbázisra már kitelepíthető, akár jövőre is, ha netalántán a költségvetésben már lenne erre pénz. Mi erre nem mertünk álmodni, azért egy ilyen lassú kitelepítési ütem van. Épp ez a lényeg ennek az egész dolognak, hogy jól ütemezhető, és tulajdonképpen ebben a 120 millió forint az, ami a hármas pontban van, amit a Körmi Attila javasolt elhagyni, tulajdonképpen ebből már teljes egészében a gondok forrása megszüntethető és létrehozható kint ez a, akárhogy nevezzük, szafari park. Én magam részéről a négyes pontot el tudnám hagyni, de ezt a hármas pontot legalább tájékozódás jellegében, hanem legalább 120 millió kell ahhoz, hogy itt a legfontosabb állatok kitelepíthetők legyenek is kint, ez a park létrejöhessen és működhessen, és én úgy érzem, hogy ez a forrás ez nem olyan nagy, hogy ne lehetne a következő években, 2001-ig, három év alatt ezt a pénzt erre összeszedni. Köszönöm. Köszönöm, Balmártner képviselő úr. Köszönöm szépen, csak azért kértem szót, mert Illai képviselőtársam kifejezetten kérte, hogy az Egészségügyi Bizottság részéről is szóljon valaki. Lehet, hogy az Egészségügyi Bizottság hibája, hogy ezzel a témával nem foglalkozott, tehát konkrét információk nincsenek. De hát szerintem többször elhangzott, mindenki tisztában van azzal, hogy a kialakult helyzet súlyos, a víznyerő forrásokat szennyezi ez a terület, tehát, és amellett az ANTS is kötelezte a várost a szükséges intézkedések megtételére. Én azt javaslom a bizottsági elnök úrnak, hogy tekintettel arra, hogy én úgy érzékelem, hogy az álláspontok közeledtek, tehát fogadja el a Körömi képviselőtársam javaslatát, és tehát a 3-4-es pont elhagyását, és akkor ezután szavazhatnánk. Köszönöm szépen. Köszönöm, Szirmai képviselő úr. Köszönöm a szót, nagyon röviden, én arra szeretném csak munkastílus szempontjával fölhívni a figyelmet, hogy most azt csináltuk ezzel a témával, mint mikor valaki a szalámit egyben meg akarja enni, és utána rájön, hogy ez csak szeletekbe megy. Tehát én tisztelgek Tillai Karnagy úrnak a logikája előtt, mert tulajdonképpen ő fogalmazta meg ezeket a dolgokat, tehát kérdés formájában. Ha a vízbázist az állatkert rongálja, akkor ugye teljesen logikus, hogy azt onnan el kell vinni. Ha mi ebben a tekintetben logikusan az elvételről tárgyalunk, akkor a vízbázis mentéséről szóltunk, és a mai téma pedig nem az, hogy a vízbázist mentsük, hanem az, hogy elvigyük az állatkertet. Azt hiszem, hogy ez így logikus. Ha pedig ez igaz, akkor 15 plusz 2 millió forintot biztonsággal meg lehet arra szavazni, hogy kérem szépen majd szakértők eldöntsék, hogy hogy lesz az a park, hol lesz az oroszlán és hol lesz a majom, tehát ezeket a dolgokra 15 milliót plusz 2-t lehetne. Az, hogy a vízbázis mentése rettentően fontos, ez tény. Az a megállapítás szintén tény, hogy el kell kezdeni nyilvánvalóan ennek a vízbázis mentésnek az egyéb akcióit, de az is teljesen logikus, hogy az állatkert alá pelenkát tenni nem lehet,
és ha azt tennénk, akkor is gyakorlatilag ez a szennyezés fönnállna, tehát onnan el kell hozni. Ebből az következik, amit az előbb mondtam. Tehát ez kicsit egyszerűbb a probléma, mint amit csináltunk belőle, azt hiszem, viszont, hogy azzal pedig teljesen egyetértek, hogy itt 600 millióról nem lehet dönteni, a 120 milliót is úgy gondolom, hogy csak annyiban maradhat benne, hogy ma úgy látjuk, hogy várhatóan ez a 120 millió, de a döntés az a 15 plusz 2-re szóljon, mert erről van szó. Köszönöm szépen. Köszönöm az előterjesztőt, akkor kérdezem, befogadja a javaslatokat, amelyek módosításra irányultak. Úgy érzi a testület, hogy nincs kompetencia, vagy nincs abban a döntési helyzetben, hogy legalább a 120 millió forintot is, mint a minimálisan szükséges pénz arra, hogy kint tudjon működni már a Safari Park. Nem meri felvállalni ezt a döntést, akkor én be tudom fogadni, hogy a 3-4-es pont maradjon el. Köszönöm. Köszönöm szépen, tehát akkor az nem képezi részét az előterjesztésen kvázi tájékoztatóként értelmezendő, úgy gondolom. Ezek után, ha nincsen más módosítási javaslat, nincsen, akkor kérem, hogy szavazzunk az előterjesztésről. Igen, 5 tartózkodás mellett szavazott, az elfogadás mellett a közülésedet, hát elfogadta. Tisztelt közülés, most 20 perc szünet következik, és kérném a frakcióvezetőket, valamint azokat a képviselőket, akik nem frakció tagok, jöjjenek most hozzá, legyenek szívesek. Nézőink, reggel 9 óra óta tart Pécs megye Jogúváros önkormányzata képviselőtestületének szeptember 10-i közgyűlése. A napirend előtti szólásokban ismét felvetődött a Nagybányarétre tervezett külfejtési bánya elleni lakossági tiltakozás. A terület képviselője elmondta, hogy ez idáig több mint 15 ezer aláírás gyűlt össze a bányanyitás ellen. A közgyűlés még nem döntött a kérdésben. Ugyancsak napirend előtt volt szó a városban elhelyezésre kerülő emléktáblák engedélyeztetéséről. Rombári Ferenc kifogásolta, hogy sorra kikerülnek olyan emléktáblák, melyeket még nem fogadott el a közgyűlés, ez pedig a rendelet előírja. A Kulturális Bizottság megvizsgálja az eljárást, lehet, hogy rendelet módosításra lesz szükség. A továbbiakban a testület elfogadta a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót. Nem kapta meg a minősített többséget a városi kitüntető díjakról szóló rendelet tervezett módosítása. A javaslat szerint négy évenként azok a gazdasági társaságok vezetői is részesülhetnének pro civitate vagy pro communitate kitüntetésben, melyek munkahelyeket teremtenek, aktívan részt vesznek a város életében, támogatva a különféle városi eseményeket, rendezvényeket. A rendelet módosítás tehát most nem kapta meg a minősített többséget. Döntés született arról, hogy az Esztergál Lajos családsegítő és gyermekjóléti szolgálata továbbiakban önkormányzati költségvetési szervként működik majd. Együttműködési megállapodást kötnek az egyetemmel, a hallgatók itt végzik majd szakmai gyakorlatukat. A közgyűlés korábban kötelezettséget vállalt az állatkert kitelepítésére. Ma a hosszúra nyúlt vita után elfogadta a testület a Város és Környezetvédelmi Bizottság javaslatát, mely szerint a kökényi területre kerül majd a leendő pécsi Safari Park. A döntést széleskörű szakmai vizsgálatok előzték meg. A tervekhez és a megvalósítás első üteméhez 120-130 millió forint szükséges, ezt 2001-re tervezik. Ezt követően további 4-500 millió forintra lesz szükség a továbbfejlesztéshez. A hosszúra nyúlt vitában szó esett a költségvetési kérdésekről. Többen úgy vélekedtek, hogy ennek megszavazása már a következő testület feladata lesz. Ugyancsak szó volt, és sokan felvetették a Tettyei vízbázis védelmével kapcsolatos kérdést. Szerintük ezzel nem lehet 2001-ig várni. Ez a fő oka ugyanis az állatkert kitelepítésének. A javaslatot végül úgy fogadták el, hogy csak a tervezés költségeire vállaltak el kötelezettséget. Most 20 perc szünet, és aztán folytatódik a közgyűlés munkája a 8. napi rendi ponttal, mely a Vasvári ház felújítása.
Kedves nézőink, a szünet után folytatódik a munka az ülésteremben. Délelőtt 7 napirendi pont előterjesztés tárgyában született döntés most a 8. került napirendre, mely a Vasvári ház felújítása. Kérés, kiegészítés, hozzászólás. Ha nem, kérem akkor a szavadást. Három igennel és egy tartózkodással elfogadta a testület. Köszönöm. 9. napirendi pont a köztársasági iskola felújítása című napirendi pont. Ehhez van-e kérdés vagy észrevétel? Troska képviselő úr, tessék parancsolni. Köszönöm a szót, polgármester úr. Egy kiegészítésem lenne, örülök, hogy végre ez a kérdés a végrehajtás szintjére kerül. Viszont szeretném elmondani, hogy az idei felújítási keretek leosztásánál már mi is keveseltük a 16 milliós keretet a köztársaságtéri iskolával. Az előterjesztés ennél kevesebbről 14.671.209 forintról szól, tehát majd 1,5 millióval kevesebb. Én szeretném javasolni, hogy az iroda a pályázatok közül válasszon, vagy kérjen fel olyan pályázót, amely a nagyon szükséges festési, belső festési munkálatokra ezt a hiányzó megállapított összeg közti különbségre újabb megbízást adjon, hogy menjünk előbbre, mert ezzel az úgynevezett részberuházással csak a dolog egy részét tudtuk megoldani. Tehát én javasolnám, hogy a B épület belső festésére itt az Aktív Invest Kft-nél egy 1.600.000 forintos ajánlattétel van, ebből némi alku mellett pótolni lehetne a még meglévő összeggel egy jobb léptékű beruházást, illetve felújítást az adott intézménynél. Egyébként a későbbiekben lesznek olyan javaslataink, ha már mi nem tudjuk befejezni a jövőnek, hogy tekintse át a viszonylag szűkös 72 millió forintos felújítási alapot, és a maradék pénzekből legyenek olyan még további sürgős dolgok elintézve, amelyek ebben az évben nagyon-nagyon váratnak magára. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, én most lehet, hogy nagyon buta kérdés leszek fel, de ezt most minek tekintsem a képviselő? Tehát ez módosító indítvány, vagy ez csak egy ilyen kiegészítő észrevétel, vagy egy figyelmeztetés a következő testületnek, vagy ez nem tudom, micsoda igazából szó. Én szeretném ezt módosító indítványként, meg is fogalmazom, ha szükséges írásban is, hogy a pályázat elfogadásával nincs észrevételem, viszont a hiányzó 14,6 és a 16 millió közötti megmaradó összegre az a javaslatom, hogy a beruházási iroda a pályázók közül bízzon meg valakit az elmaradt munkák történetesen pontosan a B-épület belső festésére vonatkozóan. Gonda, bizottsági elnök úr. Azért szeretnék reagálni a javaslatra, mert Roska úr nekem ezt jelezte, hogy egy ilyen javaslata van, és úgy gondolom, hogy tényleg logikus. Tehát ha rendelkezésre 16 millió forint, most a szűkített program mindössze 14 millió 600 ezeret vesz igénybe, akkor az ágazatnak jogos igénye, hogy az a maradék, fönnmaradó 1 millió pár ezer forint is elköltésre kerülhessen. Tehát ezért én egyetértek Troska úr javaslatával, és kérném a közgyűlést is, hogy az előterjesztést úgy fogadja el, mivel van fedezet, a B épület belső festését is emeljük be. Első helyen ajánljuk fel a Webro Kft-nek, aki erre a legkevesebb összeget ajánlotta. Második helyen pedig, ha ő esetleg nem vállalja, így kiemelve ezt az egy munkát, második esetben pedig az Aktív Invest Kft-nek, aki a következő legjobb ajánlatot tette. Még esetleg a közgyűlésnek megfontolásra ajánlom azt is, hogyha az ágazat, tehát az oktatási ágazat együtt a pénzügyi irodával az idei évben tudna forrást teremteni erre az 5 milliós, tehát most már csak a többletigény a maradék két festősi munkára, illetve a külső homlokzat javítására 5 millió forint lenne, tudnának forrást keresni, akkor javaslom, hogy újbóli pályázat kiírása nélkül a legjobb ajánlatot tett vállalkozónak adják ki a munkát megbízásra.
Tehát, hogy ne zavarjam össze a tisztelt képviselőket, akkor egyértelműen javaslom, hogy a döntésünk az egészüljön ki azzal, hogy egyrészt elfogadjuk az előteresztésbe szereplő vállalkozót, hogy bízzuk meg a generál munkával, plusz az általam említett két másik vállalkozót az általam említett sorrendbe a B épület festésére, illetve saját érdekénél fogva a közoktatási bizottság a pénzügyi irodával együtt utasson még 5 millió forrás iránt, hiszen ha volt egy sikeres pályázat és ilyen kedvező ajánlatot kaptunk, akkor ne bukjon meg ez a dolog, és lehetőség szerint valósuljon meg a komplett felújítási munka, úgy, ahogy az ágazat ezt javasolta. Természetesen, ha ez a forrás előtt teremtődik, akkor ismét közgyűlés kell erről véleményt alkosson, hogy ezt az 5 milliót erre fordíthatjuk. Tehát ez a része a dolognak most nem a döntésünk tárgya. Köszönöm. Jó, köszönöm. További hozzászólások ez a témához. Kerényi képviselő úr. Köszönöm a szót. Nem lényegbevágó, csak formai. Kérném kijavítani a határozati javaslatban a pályázatot nyert cég nevét, mert az most vagy teszt, vagy teszit. Köszönöm a figyelmeztetést. Akkor, ha nincs több hozzászólás, kérem a szavazást. Igen, 2 tartózkodás mellett a közülés elfogadta az előterjesztést. A 10. napirendi pont következik, Pogányi repülőtér főépületének felújítása. Ehhez van-e hozzászólás? Ha nem, kérem a szavadást. Igen, 1 tartózkodással a közülés elfogadta az előterjesztést. 11. napirendi pont következik, Pécs Rét utca 19. számú épület felújítása. Hozzászólás elsincsen, kérem, hogy szavazzunk róla. Igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta a közgyűlés. Következik Körömi képviselő, tessék. Most elnézést kérek, figyelmetlenek voltunk, igazából szólni kellett volna. Tudom, hogy szavazás után vagyunk, és nem is kérem, hogy a testület vegye újra napirendre, csak szeretném kifogásolni, hogy az előző előterjesztés címe az volt, hogy a Pécs Réc utca 19 számú épület felújítása. Úgy tudom, hogy a Réc utca 19 felújítása alatt a köztelet épületének a felújítását kell érteni, és ha jól tudom, a köztelet épülete jelentős felújításon ment át, nem egészen egy évvel ezelőtt. Tehát a jegyzőkönyv számára szeretném rögzíteni, hogy számra érthetetlen, hogy miért kell egy év után ismét több mint 4 millió forintot szállni egy éve felújított épület felújítására. Nyilván a választ a hivatal megfelelő szervei vagy a bizottság elnök úr meg tudja adni, de mondom, tudomásul veszem, hogy napirend után vagyunk, én voltam figyelmetlen, elnézést kérek. Azért a magyarázattal gondatívabb bizonyra tud szolgálni, tessék parancsolni. Igen, ha visszaemlékszünk az egy évvel ezelőttiekre, akkor emlékezhetünk arra, hogy ott a felújítás félrebe maradt forráshiány miatt, tehát nem egy komplex, teljes felújítás volt. Mondjuk az előterjesztés címe talán pontosabb lehet az, hogy a felújításának befejezése, mert őszintén reméljük, hogy ebből az összegből most már olyan állapotba kerül a köztelet-felügyeletnek az épület, hogy a következő 8-10 évben nem kell jelentősen hozzányúlni. Köszönöm szépen. És akkor ennek a blokknak az utolsó része, 12. napirendi pont alatt 4 darab közintézmény burkolási és tetőfedési munkálatai
Ez van-e kérdés vagy észrevétel? Ha nem, akkor kérem a szavazást. Igen, és egy tartózkodással elfogadásra került az előterjesztés. Tisztelt közgyűlés, a szünetben konzultáltam frakcióvezetőkkel, a közgyűlés elején nem kellő számú szavazatot nyert rendeletünk módosítása tárgyában, és úgy érzékeltem, amikor a szavazás lezajlott, hogy bizonyos fajta félreértések övezik ezt az előterjesztést, ezt sikerült tisztázni a szünetben. Ezért tisztelettel azt kérném a közgyűléstől, hogy ezt a kitüntetéses rendelet módosítási napirendi pontot a közgyűlés szíveskedjék újra a napirendre venni, és szavazzunk még egyszer benne, mert úgy látom, hogy a konszenzus megteremtődött ebben az ügyben. Tehát én azt kérném tisztelettel, hogy a közgyűlés döntsön arról, hogy visszaveszi ezt a napirendi pontot egy újabb szavazásra. Ebbe kérem a szavazást tehát. Köszönöttem, támogatták egy tartózkodással a közülés újra napirendjére vett a tárgyalást. Ha nincsen kérdés a rendelet módosítása kapcsolatban, Faragó képviselő, tessék parancsolni. Én úgy tartanám a rendelet módosítást jónak, amit ha belevennénk azt a tartalmat, amelyet a polgármester úr itt a vita során kifejtett, hogy azért van szükség arra, hogy 4 évenként bővítsük a kitüntetettek körét, de az elmúlt 4 évben a város gazdaságáért legtöbbet tett embereket tudjuk ezzel jutalmazni. Akkor, hogyha tényleg ez a cél, akkor én akkor tudnám ezt támogatni, hogy ez belekerülne a rendelet módosításba is, hogy tudjuk, hogy akkor ez a 2x2, vagy 1x2, 1x3, nem tudom, ére már nincs előttem az eredeti előterjesztés, az akkor tudjuk, hogy akkor az milyen cél, akiknek adható. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én úgy érzem, hogy ennek végülis elviakadá nincsen, tehát hogyha ez a gát, akkor ezt én javaslom, hogy fogadja be az előterjesztő is. Köszönöm szépen, megtörtént. Tehát akkor ennek a pontosítása akkor úgy történik, hogy ezek a díjak ciklus végén adandóak át a gazdaság életben, nagyot alkotott, sokat tett pécsi város gazdaság érdekében, sokat tett pécsi cégek vezetői vagy pécsi cégek számára. Nem is kell a cégeket, személyeknek. Személyeknek, így van. Sokat tett személyeknek, így van. Jó, akkor ez része a javaslatnak. Ezek után én kérem a közgyűlést, szavazzon a rendeletünk módosításáról. Hát akkor ez nem ez funkcionál, egy kényesség a dolgokban olyan, akkor azt fogom csinálni, hogy a jövételén írásban tudok egyik meghívott javaslatokban. Szerintem ezt tegyünk egy fél órában. Igennel a közgyűlés elfogadta a módosítást. Köszönöm szépen a megértő magatartását minden kedves képviselő társamnak, és következik a 13. napirendi pont, amelyik a Pécsi TV Kft. Támogatási kérelme kiosztásos anyag előterjesztője. Ennek kérdezem, hogy ki lesz, mert Molnár Tamás sajnos nincsen körünkben. Hát én formailag felvállalom az előterjesztést, természetesen nincs kiegészítésem hozzá. Várom a kérdéseket, hogyha vannak ilyenek. Ha nincsen, akkor kérem, hogy szavazzunk.
24 egyhangú szavazattal fogadta a képviselőtestület. A 14. napirendi pont következik megbízási szerződés módosítása előterjesztő Baumgartner Sándor bizottsági elnök úr. Köszönöm. Tisztelt képviselőtársaim, az előttünk lévő előterjesztések a 14-től 18-ig szerintem rendkívül rövidek, világosak, ezért nincs hozzáfűzni való. Kérem, szíveskedjenek megszavazni. Leszámít a 16-ost, ugyebár? Igen. Jó, köszönöm szépen, mert azt levettük ugye a közgyűlés elején. Tehát a 14-es pont tárgyában kérem, hogy szavazzon a közgyűlés, ha nincsen egyéb kérdés. Viszont igennel és két tartózkodással fogadta a testület. A 15. napi rendi pont következik, dr. Serdőt Károly fogszakorvos betéti társaság engedélykérése. Kérdés ehhez van-e? Ha nem, akkor kérem a szavazást. Igennel és két tartózkodással fogadta a testület. A 17. pont következik. Az 1999. január 1-ével megüresedett 5 számú házi orvosi körzet állásának betöltési módja címmel. Van-e kérdés, észrevétel ez a napirendi ponthoz? Ha nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk. Egyhangú szavazattal elfogadta a testület. 18. napi rendi pont a következő felnőtt házi orvosi praxis kiválása címmel. Kérdés észrevétel hiány, kérem a szavazást. Igen, egy tartózkodással fogadta a testület. 19. pont következik, a 38.439/1-4 helyrőszámú telke kialakításáról szóló napirend előterjesztő dr. Pautek Anna Mária irodavezető asszony. Köszönöm, nincs kiegészíteni való. Köszönöm, van-e kérdés az előterjesztőhöz? Ha nincs, kérem a szavazást. Igen, két tartózkodás mellett elfogadta a testület. 20. pont, a felsőhajút 20 szám alatt ingatlan értékesítése. Készíteni való, köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdés nincs, kérem a szavazást. Igen, két tartózkodással elfogadásra került. 21-es pont, Pannon GSM javára szolgálmi jog alapítása. Köszönöm, nincs kiegészíteni való. Köszönöm. Kérdés észrevétel nincsen, kérem a szavazást. Ez gyönyörű, és hol van ez? Ezt néztem tegnap, hol a túlzott van ezt?
23 igen, 1 nem és 5 tartózkodással fogadta a képviselőtestület az előterjesztést. A 22. napirendi pont következik, támogatási kérelmek. Kékes Ferenc bizottsági elnök úr, tessék parancsolni. Köszönöm szépen, én kénytelen vagyok megtörni azt a sort, amely a nincs kiegészítése című jelentéseket jelentett eddig az előterjesztők részéről. A jogi ügyrendi bizottság szeretné kiegészíteni az előterjesztett vagy kiosztott határozati javaslatot 2 darab támogatási kérelemmel szeptember 1-i ülésének a javaslatai alapján. Egyrészt 30 000 forintot a Pécsi Testnevelési és Természetbarát Egyesület vándorsport szakosztálya részére a felső havi kulcsosház berendezésének javítási költségeihez való egyszeri hozzájárulási jog címén, valamint szintén 30 000 forintos támogatást a Pécsi Székesegyház Nagycsaládosok Egyesülete nehéz helyzetben lévő tagjai gyermekeinek beiskolázásához egyszeri támogatási javaslatként. Kérem, hogy ezzel a 2 kiegészítéssel szíveskedjenek elfogadni az előterjesztést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kiegészítést az előterjesztő részéről. A közgyűlés részéről van-e kérdés észrevétel? Amennyiben nincs, kérem a szavazást az elfogadásról. Nem. Köszönöm szépen, 25 igen, 2 tartózkodással a közülés elfogadta a előterjesztést. Most 3 napirendi pont következik, amelyik a napirend elején reggel került felvételre. Elsőként ezek között a sportolói lakások bérlőkijelölési jogának a tárgyalása. Nincs kiegészítés. Ödő László bizottságának nem kívánja kiegészíteni. A közülés kíván-e reagálni az előterjesztéssel kapcsolatban? Ha nem, akkor kérem a szavazást. És 27 egyhangú szavazattal az előterjesztést elfogadta. Következik pedagógusok minőségi munkabérével kapcsolatos előterjesztés. Előterjesztő előtt Roska Gyula bizottsági elnök úr. Köszönöm. Talán egyetlen egy kiegészítés. Tulajdonképpen, hogy végrehajtása szeptember 1-től kötelező, hogy miért most kerül napirendre. Ennek egyetlen egy oka van, nem a házon belül és a önkormányzaton belül keresendő. Központi bérforrásról van szó. Későn jött és vitás volt tulajdonképpen, hogy a bér mellett még a TB-t is leadják-e vagy nem. Minek következtében csak most kerülhet sor ennek a dolognak a megvitatására. Én kérem a képviselőtársakat, amennyiben a előterjesztés nem teljesen világos, és eléggé bonyolult törvényi kontextusban van ez az anyag. Én nagyon szívesen válaszolok minden kérdésre. Köszönöm szépen. Köszönöm. Akkor van-e kérdés ez a bonyolult anyaghoz? Ha nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk az előterjesztésről. Végig tartózkodik minden. És egybehangzó 30 szavazattal fogadta el az előterjesztést. És a nyilvános ülés utolsó napirendi pontja a Pécsi Szemle folyóirattal kapcsolatos előterjesztés megtétele.
Romvári képviselő lesz ennek az erőterjesztője. Megadom a szót, tessék. Egy formális döntésre van szükség. Ahhoz, hogy az ISSN számot a folyóirat megkapja, nem elegendő a Kulturális Bizottság támogatása, hanem a közgyűlésnek a jóvágyása is szükséges. Kérem, fogadják el a formális beleegyezésre van csak szükség. Köszönöm, van-e ehhez kérdés? Ha nincs, kérem a szavazást. Hát az nem az én dolgom, én a triplét festettem, de az is nagyon nehezen megy, mert mindig... Te leszel a polgármester? De, bocsánat, jó, szóval nekem egy ilyen előterjesztés a kezemben van. Most, hogy leszavaztunk 27 egybehangzó szavazattal, közölöm, hogy van egy ilyen előterjesztés, aminek nincs formális határozati része, de úgy érzem, hogy ez teljes mértékben kiolvasható az előterjesztésből, tehát nekem ez világos volt, de Romvár úrra kíván hozzászólni. Kulturális Bizottságnak volt egy állásfoglalása, amelyik létrehozta a pécsi szemlét. Ezt az állásfoglalást kell közgyűlési határozattal megerősíteni. Tehát ez a javaslatom, hogy ennyi szerepeljen a szöveges részben. Köszönöm szépen, azt hiszem egyértelmű a dolog most, hogy leszavaztunk róla. Tisztelt közgyűlés, ezzel a nyilvános ülésnek vége. Amíg itt a technikát leszerik, 5 perc szünet kerül elrendelésére, és utána folytatjuk zárt ülésen a mai közgyűlésünket. A 11 órás szünet után számos, például a Köztársaságtéri Iskola, Fogányi Repülőtér főépületének és más intézményeknek felújításáról döntött a testület, majd újra napirendre tűzték a városi kitüntetésekről szóló rendelet módosítását. A javaslat, miszerint 4 évente a város életében jelentős szerepet játszó gazdasági társaságok is kaphatnak kitüntetést, a második szavazásnál már 100%-os támogatottságot kapott. A továbbiakban a pedagógusok minőségi munkabéréről, támogatási és ingatlan ügyekről határozott a testület. Ma 24 előterjesztést tárgyaltak meg a képviselők, a legfontosabb döntés a Safari Park elhelyezéséről szólt. A testület úgy határozott, hogy a Mecseki állatkertet a Kökényi területre helyezik el. Kedves nézőink, Önök közvetítést láttak Pécs megye Jogúváros önkormányzata közgyűlésének szeptember 10-i üléséről. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!